egészen a Rádió 1 budapesti stúdiójából 39 frekvencián élőben a magyar rádiózás királyai, a kegyetlenül kopasz kocsek Vadon Jani, a hatalmas velencei Szitja Oroszlán Jaj, Rákóczi Feri, és a hihetetlenebbnél csodálatosabb lál, felülmúlhatatlanabb lál, non plus ultrább, ő maga, maga, ő a hihetetlen Sebestyén Baller Ballesztinyó Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsé! 6 óra után 15 percen itt vagyunk, hello mindenkinek, jó reggelt, már augusztus, gyerekek! Sőt, hát augusztus. Az bizony. Augusztus, nem tudom hányadika, augusztus 4-e, 5-e. 5. Durván benne vagyunk a nyárban. Legyen 5, ha 4, akkor menjünk haza. A 4, akkor menjünk igen, haza. Akkor igen. Vasárnap. Mert mi a francot keresünk itt még. És már most a Gyáli úti felüljáró Budapest felé csatt, a nagykörösi útig torlódik. JJ küldte nekünk, köszönjük szépen. Na mi újság, hát régen láttalak benneteket. Hát ez csak Jányoztam? Ja, nagyon. Lesz még egy-két nap? Nagyon. Mondogatjuk egymásnak. Már igen? Hétvégén is felhívott a Jani. Persze. Bali, hol vagy? Hol a Bali? Bali lesz-e le már? Csak rossz számot tovább. Mondom, nálam nincs. Most leszek gyerekek, egy ideig leszek. Tarts ki. Kitartok. Folyamatosan dolgoztam egész hétvégén. De? De? De legalább megfizetnek érte. Ezt honnan tudod? Ezt sejtem. Csak nem csinálnád így, érted? A televízió nézők szeretetéért. Így van, gyerekek, hát igen. Nagyon, nagyon jó dolgok voltak az elmúlt napokban. Na. Tényleg, végig. Csütörtökön kérlek szépen elmentem vitorlázni, mert a gyerek elkezdett járni, és te mindig olyan jókat meséltél itt a vízről, hogy ez milyen szuper. Úgyhogy az egyik apukával, Mártonnal összefogtunk, és mondtuk, hogy mi benevezünk egy ilyen vitorlázásra, hogy lesz belőle tanfolyam, vagy nem, azt majd meglátjuk. Óriási velencei tavi vitorlázás, hát tudni kell a velencei tóról, hogy irgalmatlan mélységeket tudunk kaparni, tehát van egy ilyen 1,40 is, meg van, ahol 2 méter is. Tehát, hogy egy ilyen nem túl nagy hajóra kell számítani, amikor vitorlázás van, hogy nem könnyű, aki ott vitorlázásra adja a fejét. Nem, az nem egy könnyű. Nem véletlen, hogy a velencei tó nem lett akkora, mint a Balaton így vitorlázás szempontjából, mert megküzdöttünk az elemekkel, de hogy ez micsoda macera egy ilyen vitorlázás. Az macera, az. Hát, vizsga, de komolyan, ott elmondta a csávó, hogy mi lesz, egyébként nagyon-nagyon szuper dolog, majd meglátjuk, hogy menjünk-e tovább. Következő nap péntek, kimentem a Hungaroringre, gyerekek! Ez még csak az eleje volt, úgyhogy kapaszkodjál. Én láttam, illetve nem is láttam, dolgozott, gondoltam, kezdjünk el mesélni. Jönnek az infók. Én nem láttam, Viki mondta, hogy látta a sztoriaidba, hogy Raikönen. Igen, ezt mondta. Raikönennel csináltál te valamit? De hogy olyan test közelben. Hát te figyelj, gyönyörű Kimivel, akit kicsit is sajnáltam is ezt a fiút, hogy úgy érzem, hogy nek az ő életében már nincsenek kihívások. Az a hetedik, én nem olyan rossz. Az ő életében. Na. Az egy másik történet, nyilván, hogy végzett meg, hogy nem végzett, de azért pont szerző helyeken van aki mi folyamatosan, hogy őt már, ez egy ilyen nagyon VIP volt, ahova mi nekünk sikerült bejutnunk, ugye az Alfa csapatával, és akkor be lehetett menni teljesen a boxba, ott közben, ahogy mentek a gyakorló körök, szétszették ott előtt szombaton az voltál, autót, vasárnap, nem, melyik én nap pénteken voltál? Tudtam pénteken csak kimenni, voltál. De péntek az ugye az ilyen gyakorló időszak, gyakorlatilag teljesen be oda, abba a boxba, a szerelő üzembe, a csarnokba, érted, ahol csinálják az autót, meg ahol kibeszállnak az emberek. Óriási volt, ezek a csávók, figyeljetek, olyan szinten profik egy-egy ilyen csapat, igen, még az Alfa is, János, olyan... Nem, csak nem lepettem meg, hogy egy Forma 1-es csapat profi. Érted, annyira keményen így megy flottul minden, senki nem szól egy szót se, valószínűleg a fülekre megy ugye az irányítás közben, és van egy olyan irányító központ hátul, egy olyan számítógépes rendszer, amivel azonnal nyomják az összes adatot a motorgyártó céghez, azt hiszem svájci, ugye, az mindegy, és jön vissza az adat, az alapján állítják, óriási.
és nagyon jó technológia. Nézni. Csak a futamon nem is voltál kint? Aztán én már nem tudtam kimenni szombat, vasárnap, azt kihagytam, de nagyon-nagyon szuper volt, és akkor be lehetett menni az úgynevezett motor hombatól ott hátul, hát te is voltál igen, már igen, kint igen, igen, a, igen. A Box utca mögötti Box részen. Box utca padokba, igen. A padokba óriási meg van csinálva, irgalmatlanul jól néz ki az egész, mindenki korzózik, parádézik, mi rögtön bevettük magunkat a kávé részlegben, mondom, alfa, olaszok csak egy jó hát, kávéjuk csak van legalább. Ha semmi sem jó, nyilván minden nagyon jó, de a kávé igen, az biztos. De a kávé az nem, és akkor egyszer csak ott megérkezik Kimi, leül az asztalhoz, hátradől. Kér egy kis Finlandiát a kávé. Kér valami italt szerintem is, hogy jobban érezze magát, egy kis fotózkodás volt meg ilyenek, aztán megnéztünk még egy kört, visszavittek megint a boxba bennünket. Milyen távolság tartó biodíszlet, vagy pedig beszélgetett azért ezzel azzal? Hát figyelj, nagyon nem. Uh-huh. Szerintem neki ezzel a ketele van, aha, hogy, hogy ott ő igen. dolgozna, menné a köröket, csinálná, és akkor ott egyszer csak jön valaki. Már nem a népszerűskedéssel csinálja. Hát szerintem azt sose érdekelte a csávót, és hogy minden országban van X ember, akivel neki mind a három nap le kell ülnie. Jó, és akkor te ott ültél vele egy asztalnál? Egy asztalnál ültünk, persze. És mindig csúsztál ilyen 10 cm-eket egyre közelebb, egyre közelebb. Mindegy, válaszolt rendesen, nem nagyon mosolygott, aláírás, fotó, és így el. És húzott el. És húzott el. Nem csodálom egyébként, hogy unja, tehát évek óta ez hát van. Persze, nyilván ez egy ilyen protokoll esemény nekik, tehát ezt le kell tolni. Igen. Abszolút, igen. De ez nagy élmény. De jó volt ott üldögélni mellette. Megmondom, a boxba bemenni, az külön szenzációs. Tehát ott látni ezt az irgalmatlan technológiát, ahogy szedik szét a kocsit. Azt gondolnád, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon komoly művelet. Hát gyakorlatilag 2 perc alatt bontják le az autót csupaszra, de úgyhogy az alváz levéve, a motor külön, minden. Nagyon profi, igen. Nagyon jó. Kupi. Hát meg a futam is óriási volt, azt mondják, hogy rengetegen voltak, nagyon szép idejük volt. Geri kérdezi, hogy megkérdezted, hogy ki mit iszik? Meg is mondtam. Aha, leült Kimi meg a többiek, és mondtad, hogy ki mit iszik. Igen. Ki? Mit iszik? Oké, okay, Kimi elnyomott egy fél mosolyt. Mert ez ugye finnül is érthető, ha így megkérdezed, hogy vagyunk, ki igen. Szóltál a biztonsági őrnek, a haja menjen innen. Igen. Haja menjen innen. Ott volt ő ott is. Volt haja menjen innen? Hát, de ő személyes testőre, aki személyes a testőre, haja menjen innen. Jó. Így van. Ő egy fint, a leghíresebb finn testőr. Krabmagázik, a haja menjen innen. A krabmagázik? Ami híres. Igen, nem engedted meg, hogy tegezzen, ezért krabmagázott. Így van. Ő mindig csak krabmagázik. Nem tegeződünk, krabmagázunk. Na jó, van, akkor jó élmény volt. Jó, nagyon jó, nagyon jó volt. Kis Mick Schumacher beúszta első győzelmét a tényleg. Formula 2-ben. Bizonyám, nagyon szépen ment. Hát, igen. Már akkor is, ott pont, amikor mi kint voltunk, akkor volt nekik is egy ilyen szabad edzés, na. És már ott a szakik mondogatták. Most már egyik nyáron nem forgatok, akkor most már tényleg beülök én is a Hamilton mögé, basszus. Mögé? Mögé beülhetnénk. Ott nincs ülés. De ugyanez majd neked ugye az Alfával, hogy a Merci meg felajánlja, hogy egy embert be tud vinni a teambe. Tűzálló maszk, bukós is az. Az mekkora lenne. Igen. Igen. Ott ülsz. Ott ülni, és tök jó gag lenne, hogy ismerjenek meg a hallgatók, tudod. Melyik vagyok én? Vagy te. És akkor fél óránként adok egy segítséget. Felragasztok egy piros X-et a bukós isakomra, és dolgoztam vasárnap. Bemehettem volna. És már 2 éve. Nem fogok többet nyáron dolgozni. Rühellem. Úgyhogy hát az azért nagy élmény lenne. Az nagy, és ott ülsz Box utcában, tűzálló maszkban. Valószínűleg ott nagyobb kedve van egyébként. Jönnek előtted kereket cserélni, jobbra Nikol Scherzinger, vagy éppen nem tudom kivel jár, arra Hamilton apukam, vagy ő már nem szerintem. Kivel jár Scherzinger előtt és után. Kivel jár előtt és után. Ki egy ilyen keretes szerkezet a Scherzinger. Igen. Hogy mindig ő a védő. Én áttestáltam a jegyeimet. Rendes vagy. Öreg mesélt, nem? Nem mesélt? Nem. Nagy találkozó van, ő is kim volt, persze, nagy élmény volt. Nagy élmény volt neki is. Ja, őt küldted ki? Kiküldtem, persze. Box utca látogatása, mindenhova. Na jó, van, szóval akkor Kimi nagy arc volt. Az jó, egyébként jó fej a csávó, szóval. De ez jó, hogy ilyeneket tud az Alfa, szóval, hogy ez így le lehet dílelni. Persze. Ez tök jó. Ezek nagy élmények, szóval én sem, amikor Box utcában voltam, azért az... Jelben nem vagy Forma 1 rajongó. Akkor is látod ezeket az autókat, ezekkel a pilótákkal, azt a hangot ott hallod, hát azért az óriási.
az óriási. Más, mint a televízióban, tévében mondjuk jobban tudod követni magát a versenyt, bár kint is van kivetítő. Hamilton mit ment a végén? Én nem láttam, csak olvastam. 20 kör alatt 20 másodperc. Ja, persze. Igen. Jó, hát jó, de elfogyott a gumia a Verstappennek, azt olvastam. Igen, igen. Ettől függetlenül a legjobb kört behúzta. Hát a másik pedig az, hogy most gondoljuk bele, hogy mi lesz, ha majd alatta is olyan autó lesz, mint amilyen a Hamilton alatt. Igen, akkor azért lehet gondolni. Hát ez a gumikon ment el aztán már, ugye, mert hogy ott a taktikát váltott a Merci. Igen. És akkor behívták a Hamilton kerékcserére, ugye, ő friss gumikkal. Versus egy kiállásos. És nem is bírta a Verstappen. De ez nagy menet lehetett, hogy mit tudom, az utolsó 5 körre ért föl mögé. Ez egy nagyon nagy, tehát Red Bullnak ez egy óriási húzás, ugye ők tavaly váltottak, ugye motorbeszállítót is, ugye átmentek a Renault-tól a Honda-hoz, akkor persze a Bruno úgy köszönt el tőlük, hogy jó van, igen, jó van, majd meglátjátok, mi lesz a vége. Na ez a vége. Ez lett a vége. Verstappen első izére volt, első helyen van. Stabilan ott vannak a harmadik helyen. Valamelyik nap kim voltam a Dunán hajóval. És jön egy helikopter. Hát mondom, ez le fog szállni a Dunára. Leszáll a Dunára. Nézzétek, hogy a Tímár utcánál, a harmadik kerületben száll le a helikopter. És akkor mondja ott a csávó, akivel éppen tankolok, hogy ott laknak a pilóták az Aquincum Hotelben az Árpád hit mellett, és azért van ez a brutális helikopterforgalom, mert folyamatosan hozzák a csapatokat meg a pilótákat Mogyoródról. Ugye ők nem jönnek csak úgy kocsival, meg hát a dugóban, meg egy bagi pihenőnél állnak másfél kilométeres. Másfél kilométeres Szada Gödöllő bagi kihajtónál 3 kilométeres dugó. Cinkota megálló következik. Ezt mondom, ez nagyon menő. Leraktak a Hév megálló mellé a Dunapartra, oda van az a kajakkenő klub az ute, 3 ilyen bóját, az a helikopter leszálló, jön a helikopter, kiszáll belőle két csávó, nyilván ott próbálok fotózni, érted, magamat is belerakni, hát ott jön valaki, kiszáll senki, tök ismeretlen, kiszállnak, és ott a benzinkút mellett, ahol van egy ilyen benzinkút, ahol lehet tankol, ott a helikopter a panelek között fölkapja, és föl az Árpád hídra. 5 perc, jön a másik helikopter, és folyamatosan ingáznak, és kiderült, hogy mindenki abban hotelben lakik. Hát mondom, tenni azért vannak jobb hotelek. De nyilván az van, hát csak a leszállást ugye ott tudod megoldani. De a leszállást azért ott tudod megoldani. Mert a Hilton előtt nehéz lenne letenni, vagy a izé, nem tudom, mielőtt a Gresham előtt a téren. Mondom, ez menő. A vízről Hamilton helikopter, hát tudod, csinálni egy fotót, senki kétszer elő kiszállt belőle, unott arca elsétáltak. És akkor mondom, mi az Isten, mondom, ez a helikopter forgalom. És kiderült, hogy onnan hozzák őket. És egész hétvégén. Tehát ott a harmadik kerületiek a Tímár utcán nem sokat aludtak szerintem. De az menő, nem? Vége a futamnak, bepattansz a helikopterbe, szállodánál kiraknak. 3 perc múlva otthon vagy, alszol egyet. Gyorsabb a logisztika, nagyon... mint BKV-ban. Hát biztos, hogy jó lehet a csömöri hívvel bejönni, de nyilván nem azt választják, vagy nem tudom. Nyilván nem azt választják, de azt mondom, azért az így meló egyébként. Nagyon sok pilóta kocsival jár ki a ringre. Így van, abszolút, persze. Így van. Massa is a múltkor, amikor kim voltunk a ringen, nem tudom, mit csináltunk, dolgoztunk, forgató, nem tudom, valamit csináltunk. A múltkor is. Massa. Hát 4 vagy 5 éve kocsival jött, és úgy lepték el az autóját a rajongók, hogy a csávó konkrétan nem tudott. Alig látszódott a Felicia. Igen, valami kis passzata, nem tudom, mivel jött. És nem, egyszerűen nem tudtak haladni, mert elé ugrottak a rajongók. Nyilván ez a kiváltságosoknak van, vagy akik megfizetik, vagy akik olyan csapatuk van, nem tudom, hogy ez mitől függ, hogy helikopterrel jössz-mész, de megértem a top pilótákat, hogy neki egy órát ülni a dugóban, hiába van VIP-út a Hungaroringre, azon gyorsan bejön. Azért helikopterrel az mégis. Meg igen, mert egy gyerekek, bocs, hogy késztem, dugó volt. Igen, ezzel már a sárvégi már. Mi van? Nem, van egy VIP-út, ugye, ami nőkbe ezért igen, tudnak igen, közlekedni. Igen. Hát jó, de az csak már kintől igen. Van. Eccleston kért magának, ugye? Hát ahogy kiértél a városból, ugye én is ott mentem, és akkor a leállósávból csináltak egy ilyen VIP-be behajtó meg, hát, na meg visszafelé, és érted, M3-as bevezetőjén. Hát ott nincs menekülő út, tehát oké, hogy a VIP-úton kijössz, meg bemész, sőt, kifelé nem is tud VIP-en jönni. Ott, ahogy az M3-as fölött áthoz az a kis átkötő út, onnantól kezdve kifelé már nincs VIP. Befelé van csak. Igen. Az úgy tök jó. Tehát kimenni ki tudsz, de visszafelé azért lehet áldogálni. Ott srácok, egy kicsit késten tudjátok, ezek a román kamionok. Megint egy tréler vontatott egy trélert, amin volt egy tréler. Hallom, volt két lakókocsi. Láttam két lakókocsit benne, egy 2-es golfal, mindezt egy tréleren, ami vontatott egy trélert és egy barkaszt. 6 jármű, 1 sofőr. Miket csinálnak ezek a magyarok?
Na, jól van, hát akkor oké. Szóval akkor jó, jó hétvége volt. Na, egyébként sűrű van. Mi szombaton voltunk egy kis túraduatlonon. Na, megcsináltátok? Persze, elmentünk, már jó volt nagyon, Gárdonyban. Gárdonyban volt egyébként, mindenki mondta, hogy úristen, ez milyen bankos, idő lesz, meg majd... bankos volt. Támogatója. Gárdonyból indultatok, nem? Ja, nem tudom. A támogatót azt nem tudom. De olyan, igen, az. Már nem foglalkozom támogatókkal. De jó volt egyébként, jó kis történet. A lényeg az egésznek 13 km bringa, 7,5 túra, meg 16 bringa. Tehát gyakorlatilag egy teljes velencei tókör, meg fönt az ingokköveknél egy 7,5 km-es gyalogtúra hozzá. Plusz a triatlonistáknak meg egy kis úszás volt hozzá, még 1500, meg 3000, meg azt hiszem egy 500-as is volt, ilyen SML. Hát is rohadt jó idő volt. Az egész egyébként marha jó volt megszervezve. Nagyon-nagyon sokan voltak, időbe indultunk el. Igen, fú, nagyon jó volt. Majd mondom azt. Hát, ha még felfognák a futók, hogy ez nem futóverseny, hanem ez meg a kerékpárosok is. Igen, de nagyon jó volt. Monival voltunk, úgyhogy nagyon szépen teljesített. Nagyon büszke vagyok rá, mert a 33. lett 123-ból, úgyhogy tök ügyi volt. Ez mit kezdve gyalogolni? Ez évek óta van. Ez évek óta van, onnan indul Gárdonyból, lehet úszást is vállalni, és akkor ez egy direkt deklarálva van, hogy ez túra, tehát ne őrüljél meg, nem olyan helyen megy, nincs teljesen lezárva, én pont bringázni voltam, jöttem visszafelé, és láttam... Látott téged, csak mondtam neki, hogy ne zavarja a profikat, mert nem... Láttam érted a kis rajtszámosokat, akik közül a gyerekek között, az egyébként mitén 50 éves emberek között a csávó érezte, hogy ez neki élete versenye lesz, mert itt mindenkit lehet győzni. Dehogy is, én csak edzeni voltam bringázni, és akkor ahogy jöttem visszafele akkor, és üvölt, hogy pálya, pálya! És odaszóltam volna, hogy ez egy túra. Igen, érted? Hülye, ez nem az ez azért igen. Van, hogy ismerd meg a velencei tovat, mozog, ráadásul sportol. Meg a pálya-pálya, akkor korábban kellett volna indulni, mert lehet pálya-pálya, csak igen, akkor 9-kor induljál el, nem pedig 10-kor. De a legszebb egyébként pont jöttem vissza, hát azt a káanyázás gyerekek, jött egy család, apuka nem talált közvetlenül a strand, ahol volt ugye a rajt, bejárata mellett parkoló helyet, hanem 200 méterre kellett megállni, és annak is odaszóltam, hogy te nem sportolni jöttél, hát azért az a 200 méter. Ne, azt már lebírod sétálni. Óriási volt. Á, de hát ez. De jó. De jó, a gyerekezmény nagyon jó. Mennünk-e, mert fél hét van, jól jövünk, mindjárt jelentkezzetek játékra, itt vagyunk a hírek után. 3-7 lesz, egy perc múlva állom mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk. Már augusztus. Milyen időt mondanak augusztus? Augusztusban milyen idő szokott lenni? Jó idő szokott lenni? Jó. Nyárnak hívják, úgyhogy szerintem jó. Igen, ez ezen a héten gyönyörű idő lesz. Legalábbis így az előrejelzések alapján. Semmi eső, egész meleg, jön valami melegfront vissza. Még tervezek a Balcsira menni, úgyhogy... Jól teszed. Legyen még jó idő, gyerekek. Jó lesz. Nem morcos leszek, ha nem lesz. Sütörtökön van egy kis visszaesés, de egyébként 31, nézd 32, meg. 35. Tök, jó. Jók. Az augusztus az jobb szokott lenni, mint a július, nem? A július az kicsit esős, amikor lehűl, az augusztus az igazán meleg hónapunk, nem? Tehát az a legnapsütöttébb, legmelegebb hónapunk elvileg. Igen, bár minden idők legmelegebb júliusa van mögöttünk, tehát hogy... Nem volt most, hogy nem, szerintem nem. Lehet, hogy külföldön, szerint... Európában, igen, hogy Magyarországon nem dőltek hőségrekordok, abban egész biztos vagyok. Dehogy nem volt. Hol? Mi? Hát itt Magyarországon volt. Mikor? Nem volt olyan meleg. Nem voltál egy légkondicionált TV stúdióban, azért nem érezted. Nem érezted bele semmit. Elhussam fölötted a nyár. Hol? Mondjátok már, mikor dölt meg, mi dölt meg. Július 12-én délben. Encsem. Karancslapújtő alsón mérték a legnagyobb, mit tudom én. Lehet, hogy átlag hőmérsékletben, vagy Európában, de hogy Magyarországon, nem emlékszem, hogy meleg rekord dölt volna, igen? Szerintem hát igen. Valaki tegye le az asztalomra ezt a hírt. Azt a rekordot. Hát figyelj, egy plecsnit mutassam. Európában szerintem. A vagy földön. Na. Egész földön. Megint féligasságokat próbáltok mondogatni. Na jó, hát. A torkodom, mi? Megint féligasságokkal próbáltok én riogatni, mert ökoszorogtok meg. Miközben Irkutszkban. Miközben érted, nem tudom, hány millió tonna jégolvadtál egy pillanat, azt láttátok azt a videót? Mennyire döbbenetes? Hát. Nem tudom, valami, nem tudom, 16 millió tonna jég olvadt el egyetlen napon, és így mutatták, hogy így folyószerűen ömlik a gletszer. De hogy Magyarországon júliusban nem emlékszem arra, hogy nem volt annyira meleg. Tehát mindig volt egy pár nap meleg, nem volt rossz idő, de nem volt azért ez a 3 hétig tartó. Nem volt akkor a pusztulat, mint Portugáliában, meg Németországban, meg Skandináv országokban. Hát Franciaországban aztán meg gyakorlatilag hetente dőltek meg a meleg rekordok. Na, azt mondja, hogy Európában igen. Szerencsére. És akkor balcsizol egy kicsit? Még szeretnék, igen.
lemenni Balcsira egy két hétre. Jó, teszem. De remélem, hogy Keszthely mellett vették ki házat, tehát onnan bejárni a legegyszerűbb 250 kilométer. Déli part. Déli part, Szemes, Szárszó, úgyhogy onnan azért én, hogy benn vagyok egy, mit tudom én. Sicsúgy. Egy óra alatt. M3-os bevezetőjénél baleset van a felüljárónál, Szerencs utca előtti jogalkotó Dani küldte nekünk M0-as Maglódi emelkedő tetején, baleset van a 4-es út irányába, és alakul a dugó. Külső sávban kamion találkozott személyautóval pár perce. Hatóság még nem ért ki a helyszíre. Paraszt küldte nekünk. Köszönjük szépen. És újra visszatért, nézzétek meg, Anna a teával. Bizony. Az amerikai lány. Igen, itt vagyok. You know. You know. Uh-huh. From the United States of America. Na, mesélj! Egy kicsit csak, milyen volt? Nagyon-nagyon jó volt. De jó. Nagyon jó, jó, köszönjük. Oké, okay. És akkor most játék. De nem. Na jó, hogy később mesélsz úgyis. Tudnék mesélni, nagyon. A kávé nem tudom mennyire jó, mert eljutott hozzám, hogy a Juli jobbat főz, tehát hogy nem érdekes, mindent tudok, jó? Érdek szépen, a Juli képzelden ilyen teljes kávét csinált nekem. Tehát ez kicsit, és azt jobban szereted. Mi? Kicsit valahogy a Juli úgy megspékelt. Lehet, hogy csak azért, mert más volt. Itt a tej a fejedre borítsak? A nyaralás második felét ezt tönkre is tette ez a hír. Micsoda? Hallottad ezt, Peti? A Juli, kávé csinál a Juli. A Juli, a Juli ilyen teljes kávé jelleggel próbált hasítani. De azért hiányoztál. Igen. Hát ezt így csak nem érdemes. Ő nem ilyen lelkes, mint te, de tud kávét főzni. Valamit valamiért. Be vagy írva valamikor az adásmenetben mesélésre? Mert akkor előjük most el. 11-re. Ez hiányzott nekem. Na jó, akkor, mert akkor most előjel minden patron. De semmit nem lövök el. Itt vagyok. Csak nagy vonalakban, hogy jó volt. Nagyon jó volt. Zene. És most David Guetta. Jó volt. Nagyon jó, volt? Jó. Nagyon jó volt, majd mesélek. Működik, hosszú. Ugye? Jaj, nagyon. Egy szóval lehetne jellemezni az országot, működik. Hogy működik. Igen. Minden a helyén van. Minden. Az jó. Csak, minden. Csak külföldiként látszik. Ha ott laknál, már te is rosszul érzed. Persze, biztos. Észrevenném a nüanszokat. Most még nem tűnt föl két hét alatt nem jöttem rá. Igen. Melyik volt a legjobb pont a két hétben, amire azt mondod, hogy na, az vitt minden. Minden. Mind a 17 nap az olyan volt, ami ennek lennie kellett. Látni az évszázad nyaralása. Melyik volt a legjobb, amit így nagyon szerettél? Náza. Mexikójöbből. Mexikójöbből. Igen, Náza. Az a rész ott. Igen. Universal Studio. Az jó volt. Az egész Orlando egy játszótér. Tehát igazából az egy... SeaWorld, az még megy? Megy, még minden megy, de mi nem voltunk, mi helyes, ne támogassátok a fogságba esett orkákat. Úgy van. Úgy is kaptam tavaly a arcomra, mert hogy mertem delfinekkel pancsolni egy kicsit. Tehát, azok hogy hülyék, azok a netörők. Jó, tehát ott minden nap kaptam hideget, meleget. Minden nap kapunk valamiért az arcunkra. Persze, hát azért mondom, hogy azt nem voltunk ilyen helyen, a NASA-nál voltunk, meg maga Orlandóba, ott a Univerzálba voltunk. Igen. Jó pofa, minden működik, tényleg. Jó volt. Irigykedünk, gyerekek, azért irigykedünk. Igen. Már csak a másnap a három hét szabadságért, amit sikerült behúzni. Hát köszönöm, milyen főnök, ügyesen és... kiütötted, basszus. Figyelj, igen, hát ebben volt ugye egy kis, hát én úgy szerveztem volna, hogy jó legyen, hogy nem lett volna ebből két hét hiányzás a részemről, csak egy hét, csak jönni. Aztán előrébb kellett jönni, igen, és akkor így lett. De nagyon jó, mert hogy hoztam a számlát, tehát jól indul a nyaralások után. Hát után be kell állít, és azt kell mondani, hogy Bali a számlám. A legnagyobb arc, Bali. Hát jöjjön valami vissza azért ebből. Hát persze, megérkezsz, és azonnal. És már hozom a számlát. Hát azért volt a költségeitek, nem? Hát azért nem, de tényleg. Egy kicsit kiéheztetjük, utoljára utalunk neki. Na, holnap közepén. Most megkapjátok előre, és holnap közepén. Bali, 15-e van, és semmi. Elkeveredett a számlád, Anna. Sajnos nem találja a könyvelő. Ne haragudj, egyelőre nem tudok utalni. Hoztad a havi számlát? Igen, mert fél havit kellett volna. Nem mondtam, hogy amennyiben három hetet veszel ki egyszerre, abban az esetben fél havi fizetés. Aha, tudod mi ez? Nem, a világ legjobb főnöke vagy. Igen, tényleg. Én ilyen a könyvelő, viszont nem jó humor. Szóval ezért meleg most a teája. Ezért meleg most a teja, ezért igyekszem a kávéval. Olyan tea lett ide most bekeverve, gyerekek. Ez az utalós tea. Ez az utalós tea. Persze, megiszom kedve. Reszel gyömbér főnök. Reszel gyömbérrel, friss biocitrommal. Marokkói biocitrommal. Igen. Figyelj, ezt megiszod kétszer nyomszenter. Nem akármilyen mézzel? Jó, és ez. Megbeszéltem én is a rádióban, hogy jövőre mi is kiveszünk két hetet. Mert hogy az egy hét nem hét, gyerekek. Nem hát lehet. Én már nem tudom kipérni magam egy hét alatt. Pont leereszt, ez pont az van, hogy már el tudod engedni, és akkor ezt és három hét után már hiányzik a munka.
Na. Nekem 3 hét, mire lefűzök, 3 hét, mire lelassulok, 3 hét, mire azt érzem, hogy nem kell, vagy 3 nap, mire nem rohanok, mire nem nézem a telefonomat, mire belelassulok, mire rájövök, hogy nyaralunk. 1 hétnél érted? Hát már mire lefűzök, addigra kapom a szállodába levelet, hogy holnap a transfer várja 5 óra 20-kor. Egyébként tényleg. Hát tesó, most érkeztünk. Az ember. Most érkeztünk, ne rakjatok ilyet a paplanomra, érted? És már jön a boríték, hogy kedves Sebestyén úr, ez a nyaralás is hamar eltelt. Köszönjük, holnap, hogy bennünket választott. 4 óra 40-kor a transfer indul a repülőtérre. Kérjük neki, és nem, mint tavaly. Ez így van. Na jó, de akkor nagyot pihentél. Nagyon. Hát jó, akkor ebben az évben már semmi. Sőt, ha mi még megyünk, te bejössz reggel. Nem így lesz. Ha augusztusban elmegyünk, te itt ülsz reggel. Én itt ülök egyedül. Telefonügyeletet tartunk. Na, így lesz, persze. Nem, nagy pihenés azért nem volt. Nagyon menős volt. Hát Amerika az menős. Menős. Hát azért nézik el. Picit még várunk, picit még beszélsz, hogy végig már sajnálni fogunk. Tehát, hogy és reggeltől estig mentek tíz szegények, és ez a meleg, és hogy és ez rohadt drága belépők. Hát nagyon durva volt, tényleg. Kávé nagyon hiányzott, az jó pár nap eltelt, mire találtatok egy Starbucksot? Nem. Mire megkerültetek a háztömböd, és kiderült, hogy 4 van benne. Négy koszta van a sarkon. Nem, van, de nem jó kávét. Nincs ezt a nagyon ilyen lötyös, ilyen fekete, ilyen fura kávét is. Nem, megfelelő helyeken nagyon jó kávét főznek. A jelszó espresso shot. A latin helyeken főznek jó kávét. Én ugyanezt tudom, csak az eleje az, hogy vodka. Tehát ezt ugyanúgy ismerem. És értik kint is. És tudják, igen. És értik, és azonnal kapom. Espresso shot. Igen, mikor ezt a kulcsmondatot kimondod, akkor párássá válik a venezuelai fiúnak a szeme, vagy a kubai srácé, és már is adja végre a rövid kávét. Még valaki, aki nem beszél angolul. Így van. Egyébként nagyon jól mondott, tényleg velük hát nagyon nehéz, ők csak spanyolul. Ez nagyon durva az a helyebből a szempontból. Így van, ők csak spanyolul, nagyon-nagyon jó kávékat főztek, betévett egy szőkelány, mégis, érted, kaptam. Te is főztél? Igen. Nem, ők nekem. Ja, hogy ők neked, ja, hogy egy szőket, ja, értem, hogy szőket csajci. Á, úri asszony voltam, oda nem főzött magukat. Semmit. Mi volt a túra? Tehát Orlando, Miami, Universal Park, NASA. Igen. Megint Orlando, a bankkártyáért vissza. Nem, Miami. Kis eltévedés, a gyerekünk leveleiért. Nem. Kiveszt? Volt kive. Miami volt, utána Orlando, aztán utána NASA, tehát Cape Canaveral, utána Mexikójöből, Fort Myers, utána Kiveszt, és vissza Miami. Bevándorlás. You know, és haza. Folyamodás zöld kártyáért. Négy nap a határon, az emigrationnél egy nagy darab feka feltartott bennünket. Kérdések voltak a határon? Abszolút voltak, nagyon ugye? Kedvesek voltak, de nagyon normálisak. De három olyat kérdeznek, hogy leizzadt. Megkérdezték, hogy miért jöttünk, mi a jövetelem célja, meddig maradok, van-e amerikai ismerősöm, mindezt nagyon kedvesen, levették az új lenyomatokat, Karina nagyon szeretett volna adni tőle, nem vették le, mert gyerek, nagyon helyesek voltak. Nem, én nem tudok rájuk rossz, ez az ő országuk, jogukban áll beléptetni téged a saját hazájukba. Nekem ezzel nem volt bajom. Tehát amikor itt megy az ajvék, hogy rabosítanak, meg hogy milyen morózusak. Nem, ez tökéletesen így van. A várakozás tud durva lenni. Tehát amikor leszállsz New Yorkba a repülőtéren, és azt mondja, hogy ránézel a sorra, és tudod, ez egy 3,5 óra, akkor azért az úgy tud nyomasztó lenni. Hát, és egy nagy darab fek a csávóhoz lépsz oda, aki rettenetesen barátságosan kérdez 3 olyat, hogy lever a víz, pedig nincs nálad kokain. Úgy, hogy remeg a lábad. Hogy tesó, csak engedj be, mert ha itt visszafordítasz, az nagyon hosszú lesz. Csak sajnos Peti nagyon rosszul is a repülés, és szakadt róla a víz, mint az állatra, azon a mexikói drogdillerre. Nagyon sok kultnál szolgálnak ki. Tehát, hogyha ha nem mész el a leszállás után kis shopokba, meg mosdóba, meg nem tudom én igen, hova, nem egy vizet csekkén a Feri hegyen azért. Akkor nekünk körülbelül 15 perc alatt kint voltunk a reptérről. Az mondjuk jó. Dehogy is. Az lehet, jó. Hogy New Yorkban így van, Miami-ban nagyon sok kultnál szolgálnak ki. Nem. Meg kellett várni, hogy Peti vécézik egyet, hogy a 3 lenyelt gumit. Nem, de tényleg. Azzal nagyon belassítod magad. Tehát azok a családok, akik ott elkutyulódtak shoppokba, mosdókba, nem tudom én hova, hát ott valóban, ott akkor ott egy 1,5 órát ott állsz. Mi hajtottuk magunkat, haladtunk gyorsan, hogy menjünk ki a reptérről, 15 perc alatt kint voltunk, és már az autókölcsönzőnél voltunk, és innen majd folytatom. Ja, igen. Csit nem többet. És visszafelé csak 7 perc volt, mert szombréróba mentetek, és örültek, hogy végre elhúztok az országot. Jó, Amerika első fejezetet bezárjuk, második fejezetet megnyitjuk majd. 8 óra után. Kíváncsi vagyok tényleg a NASA-ra is, meg mindenem. Játszunk egy jót, jó? Itt van a játékosunk. Megnézzük, hogy ki ő. Na most vigyázz a szádra! Jön a fekete, fehér, igen, nem!
Halló, jó reggelt kívánunk. Hello. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Ciao, hello. Ildi, hello Ildi, honnan hívtál minket? Újfehértóról. Újfehértó. Na, hallottam már ezt a helyet. Újfehértó. Kicsi ez az ország. Kicsi ez az ország, igen. Kivel játszanál, Ildi? Veled, Balázs. Félrenyeltem a teámat. Velem? De miért velem? Mert szeret. Mert annyira ismerős, hogy Újfehértón. Mind a háromotokat nagyon szeretem, de most szeretnék veled játszani. Jó, ezt megértem. Mind a háromokat szereted, de mégis velem. Jó, hát ez egy... Ez egy szokásos életérzés. Jó játszol? Jó játszol? Még nem próbáltam. Még nem próbáltad soha? Jaj. Hát akkor írjuk be a pontot magunknak, és akkor erőltessük. Nem, megpróbálom azért. Ajándékcsomagra utazol? Inkább csak a játék, de nem bánom, hogyha nyerek. Na jó van, oké, mehetünk, Jani? 3, 2, 1, fire! Mivel foglalkozol, Lili, mit csinálsz? Ápolónő vagyok. Ápolónő vagy, szereted csinálni? Nagyon szeretem, csecsemő osztályon dolgozom, és nagyon-nagyon aranyosak a kicsik. Hát ők cukik. Ugye? Ők cukik. Úgyhogy persze cukik, de mikor az embernek be kell menni szülésre, akkor elgondolkozik, hogy szeretne a gyereket. Neked van már? Akkor ezek szerint még nincs. Nincs. De szeretnél? Szeretnék kettőt, egy fiút és egy lányt. Ó, hát az ember az. Ezt mindig előre elképzeli, aztán máshogy alakul. Párod már van, akitől lenne? Van, már félnél vagyok egy éve. És beszéltetek már a gyerekvállásról? Persze, beszéltünk róla, ő is ugyanígy szeretné, 5 éves tervben benne van. 5 éves terv? Uh-huh. Az jó. Akarsz kérdezni? Persze, szeretnék. És neked a gyerekek hogy vannak? Benni várja az iskolát? Én is szeretnék, mindig mondom Mikinek. Aztán szól, hogy már van 2. És akkor egy picit elbizonytalanodom. Megvagyunk. Hát jó volt. Nem látszott a rutintalanság. Nem tudod, hogy nyomtad. Nagyon jól szóltad. Én simán betettem magunknak a pontot, hogy ez most megvan. Ez megvan, de tévedtem. Semmi rutin, semmi arcoskodás. Ehhez képest tök jó volt. Nagyon jól toltad, ez igen. Én azt hittem, simán elbukod. Valahogy ez volt ma megérzésem, hogy ezt egy kötelező győzelemmel kell nyitnom át. Okay. Egyébként Balázs, azt tudod, hogy a Balázsom még most is megy a tévébe? Hogy viccesz? Vannak csatornák, amik az a műsorainkból élnek konkrétan. Igen, a 43 műsorból, amit csináltam. Akkor még nem figyelt az apróbetűs részt. Igen, akkor még nem olvastam a szerződést az apróbetűs. Életem végéig ismételhetik egy RTL Plus nevezetű csatornám, vagy nem tudom hol. Persze, szoktad nézni? Nem, csak szoktam látni, hogy van. Ne tagad. Mindenki tagadta. Régen, amikor még kicsi voltam, és nem tehettem mást, akkor néztem. Persze, nem kell adagulva. Lekötözte a kezemet, és nem tudtam elkapcsolni. Kidobta a babámot. Jól van, Ildi, küldjük az elnökcsomagot, jó? Köszi. Puszi, csáó. Hello. 1 perc, 7 óra jövünk a hírek után. 7 óra után 14 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt! Már augusztus, gyerekek. Benne nyakik az augusztusban. Hát igen. Szabadságok, jó idő, nyár. Szabadság, jó idő, nyár, szerelem. Már akinek. Igen. Melyik a szerelem? Valamelyik valakinek. Valakinek meg egyik sem. Na, még azért biztos, hogy sokan mennek Szabira. Na, szerelem azért csak össze. Ja. Még azért augusztusban lehet menni. Még mi is megyünk, úgyhogy... Nem, 3 nap. Tessék? Na, 3 nap. 3 nap Szabit veszünk ki. Szerda, csütörtök, péntek. Lehet mondani. 21, 22, 23. Mindenki más Szabin van hétfőkedden. Uh-huh. Ja, tényleg, mert hogy augusztus 20-a az ugye 4 napos ünnep. Így van. Kedre esik most. A hétfőt azt ugye le kell dolgozni. Egy szombaton. És ezt nem mi intéztünk? Ezt nem, igen, gyerekek. Viszont hatalmas baleset van az M3-ason, nagyon súlyos, mentő még sehol, teljes lesz az útzár, a dugó már 6-8 kilométeres, mindez Pest felé, az 52-es kőnél. Dani küldte nekünk, köszönjük szépen, óriási dugó lesz, és egy hatalmas baleset van. Sérültek az úton, fú. Ezt most kaptuk, nem olyan régen, úgyhogy hát mindenki kerülje az M3-ast. 52-es kilométer kőnél Pest felé. Az pillanatokon belül pályazár, úgyhogy az nagyon, nagyon nagy dugó lesz ott. Oké, milyen időnk lesz, Feri? Nagyon szuper. Ma még csak 25-30, csak, hát micsoda, na mindegy, 25-30. Gyenge melegfronti hatás az érzékenyeknek, de holnaptól meg 30 fok fölött végig. A hajnalok hűvösek, 12-18, de aztán... Uh-huh. Mindig hűvösek a hajnalok, vagy ez már az augusztus, amikor? Hát szerintem az. Ilyen kis augusztusi... Na, kis 14 fokocska.
múlt héten mondjuk 20-ak voltak így reggelenként. Visszajön az mi? Nem baj, de péntek szombat vasárnapra mondják a legjobb időt. Na jó, ezt megtámogatjuk, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Europe Assistance és az autosos.hu a gondtalan utazás szakértője. Ó, gyerekek, hát tele vagyunk szponzorokkal. Na, foglalkozunk egy bizonyos témával, amivel mi sokat foglalkoztunk ugye itt a reggelünkben, és nyomon követtük annak a kis bangladesi siam ikreknek, vagy ikerpárnak a történetét, akik ugye a fejüknél voltak összenővés. Azért mondom, hogy voltak, mert hogy egészen elképesztő beavatkozást hajtott végre egy olyan team, ami ugye hát részben magyar orvosokból áll, és magyar a vezetője is, dr. Csukai András. És a napokban olvastuk, hogy sikeresen szétválasztották őket. Ugye többször hívtuk már a doktor urat, és mondta el, hogy ez milyen hosszú, bonyolult, nehézkes, lassú folyamat az, hogy egyszer majd az ikreket szétválaszt. Beszéltünk ugye a szétválasztás előtt, beszéltünk arról, hogy építenek csontokat majd nekik, hogy milyen folyamatok vezetnek odáig, hogy őket szétválasztják. Fogják tágítani a bőrt a koponyájukon, legutóbb ugye ezért voltunk itt Magyarországon. Igen. És ami egyébként világbajnok ebben a dologban, hogy senki más nem vállalta a világot. Igen. Ezt egyedül mi magyarok. Hát gyakorlatilag az egész. Tök az egész. Egy óriási komplex csapatmunkának az eredménye. Ez ugye pénteken mi beszéltünk róla, legalábbis érintőlegesen, mert akkor zajlott egyébként ez a hihetetlen majdnem egy napon keresztül tartó műtét. Elképesztő. Igen, hát nem is majdnem egy nap, több mint 30 órás volt a beavatkozás, tehát tényleg kicsivel több, mint egy nap. És ugye itt az agyak, a koponya szétválasztásával zajlott a történet, és hát hihetetlen bonyolult műtétről van szó. Ugye ezt a doktor úr nekünk már elmondta, hogy hát ez kell valamiféle, nem is tudom, hogy fogalmazott, egy égi segítség ahhoz, hogy ez sikerüljön. Uh-huh. Szóval, hogy ez nem csak rajtuk múlik, hanem valami olyan erőnek a segítsége is kell, amit nehéz ugye szavakba önteni. És mi kerestük Csokai doktor urat, de azt mondta, hogy ő még egyelőre nem szeretné nyilatkozni, ugyanis ezek a napok arról szólnak, hogy ha nincs hír is, jó hír című történet van, vagyis egyelőre ugye még hát nem szabad semmit elkiabálni, ő majd akkor tud és akkor akar erről nyilatkozni, ha tényleg végérvényesen ki lehet jelenteni azt, hogy a műtét sikeres volt, ugyanis az, hogy őket most szétválasztották, azért az még csak egy dolog, de altatásban tartja őket, ez most még egy nagyon, hát hogy is mondjam, terhelt állapot, vagy terhelt időszak, amikor még ugye bármilyen szövődmény, bonyodalom, bármi megtörtént. Meg óriási trauma ez a kis szervezeteknek. Óriási trauma, igen, de hát azért ez mégiscsak jó hír, hogy maga a műtét azért az sikerült. Hát ez egy orvosi bravúr, gyerekek, elképesztő. Hát, és főleg úgy, ugye, hogy a doktor úr is elmondta nekünk, hogy itt rengeteg olyan technika, olyan tevékenység, olyan módszer van, illetve lesz majd alkalmazva, amiket korábban soha sehol senki nem alkalmazott, tehát hogy erre gyakorlatilag a világ teljes orvos társadalma odafigyel, meg odafigyelt erre a műtétre, mert hogy rengeteg olyan eleme volt ennek a műtétnek, amit korábban senki nem használt még. Nem csak a mostaninak, hanem az előkészítőnek is emlékeztetek, amikor tényleg beszéltünk a doktor úrral, és akkor itt volt Budapesten ugye a keringési rendszer szétválasztó része a dolognak. Hát arra is mindenki azt mondta, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Ezek a drága emberek meg nekiálltak, és működött minden. Nagyon nagy csoda. Igen. Van, létezik egy alapítvány, ami ugye azokat az orvosokat tömöríti, akik külföldre, úgymond elmaradott országba járnak műteni, ahol ezek az orvosi beavatkozások nyilván elképzelhetetlenek. És ennek az alapítványnak az egyik alapítója, dr. Csokai András is egyébként, ugye az idegsebészünk, akivel többször beszéltünk, és itt van ennek az alapítványnak a kommunikációs vezetője, Alexandra. Hello Alexandra, jó reggel, Sándor Alexandra, szia! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Na, hát tudjuk, hogy a doktor úr még miért nem nyilatkozik, kért egy kis időt, ami teljesen értető, nyilván. Ugye most abban a fázisban vagyunk, hogy a lányok állapota kritikus, altatják őket, jól mondom? Stabil az állapotuk, szerencsére 72 órával a műtét vége után is. Olyan szempontból ez egy kritikus időszak, hogy ahogy remekül elmondtátok, még bármi megtörténhet. És szakmailag mindent megteszünk, persze, hogy ne így legyen, dolgozunk és imádkozunk. Ebben az van most, amit mondtam, hogy ez a nincs hír, a jó hír című történet. Pontosan, igen, erről van szó. Ha nem történik semmi, akkor az jó hír. 30 órán át tartott maga a műtét. Igen, egy kicsit több is, mint 30 óra előkészületekkel együtt. Ezt egy végtébe kell elképzelni, vagy azért ilyenkor van egy kis szünet, amikor leülhet a team, vagy ez konkrétan az van, hogy 30 órát ott állsz, és műtesz, és teszed össze a dolgokat?
Ilyenkor több team dolgozik együtt, anesteziológiai teamünk is van, plasztikai sebészeti az idegsebészeti mellett, és amíg az egyik team dolgozik, vagy hát több team dolgozik együtt, addig mindig van, aki tud pihenni. És ugye Dakkában volt maga a műtét. Igen. Ez egy felkészült hely? Bangladesh? Azt gondolja az ember, hogy ki kellett oda vinni dolgokat, vagy ott olyan szinten álltak, hogy ez abszolút kivitelezhető volt? Bangladesben, illetve olyan országban, ami még csak most fogja kiérdemelni a fejlődő ország címet az ENSZ-től, még nem volt ilyen kaliberű műtét, de szerencsére világszínvonalú körülményeket tudtak nekünk biztosítani, amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik. Ezt ott kinti dolgokkal lehetett megoldani, vagy azért itt nemzetközi összefogás kellett? Nemzetközi összefogás kellett, és egy katonai kórházról van szó, még ezt fontos tudni. Ez volt maga a harmadik fázis, amikor a szétválasztás történt effektíve? Tehát minden előtte már megtörtént, itt ebben a 30 órában választották őket szét? Igen, az elmúlt másfél évben ennek tulajdonképpen az előkészítése zajlott. Dakkában volt a főagyi szállítóért szakasz szétválasztása 2018-ban, ez dr. Hudák István vezette. Aztán jött a fél éves magyarországi plasztikai sebészeti szakasz, amikor egy speciális magyar tervezési szövettágító implantátumrendszert ültettek be orvosaink a fejükbe dr. Pataki Gergely vezetésével, aki egyébként ennek az egész műtétsorozatnak a fő koordinátora. És miután az ikrek július végén most visszamentek Bangladesbe a családjukkal és vezető orvosainkkal, megkezdődtek az előkészületek erre a nagy műtétre, amik helyben nyilván már hónapok óta folytak. De azért ez mondhatni világszenzáció, amit ez a magyar team végrehajtott akkor. Így van, és nagyon büszkék vagyunk rájuk. És akkor, ha a lányokkal minden rendben, akkor utána még várnak rájuk különböző műtétek? Mert mintha Csokai doktor úrát említett volna, hogy még magukat, magát a csontot, a koponya csontot, azt mindkét lánynál majd ki kell építeni. Még a másodlagos rekonstrukció az hátra van, és erről majd akkor tudunk részletesebben beszélni, hogyha az ikrek már felébredtek, sikerült felmérni a legalább középtávú posztoperatív státuszukat, magyarán tudjuk, hogy hol tartunk. Most egyelőre az a legnagyobb eredmény, hogy stabilak az értékeik, és jól vannak, és nagyon-nagyon vigyázunk rájuk. A szülők gondolom ott voltak végig a 30 óra alatt. Igen, ott voltak a kórházban, és rendszeresen tájékoztatást kaptak arról, hogy mi a helyzet. Nagy az öröm, vagy most még ezek az aggódás pillanatai inkább? Igazából az a pillanat, amikor meglátták őt két külön ágyban feküdni, az szerintem érzelmileg mindent felülír. Tudják, hogy még kritikus időszakban vagyunk, de az, hogy tudják, hogy sikerült őket szétválasztani, és stabil az állapotuk, ez nagyon-nagyon örömre ad okot nekik. Annak idején beszéltünk erről a doktorúrral, de én már nem emlékszem, hogy milyen esélyek vannak arra, hogy két teljes értékű emberként tudják ők élni az életüket. Százalékot azért nem tudunk sajnos mondani, vagy sajnos, vagy nem sajnos, mert ilyen szétválasztásra, ilyen típusú műtétsorozatra mindez idei tudományosan még nem volt példa. Van esélyük arra, hogy például egyetemre járjanak, és tényleg teljes 100%-os életet éljenek, viszont erről most még nagyon-nagyon korai beszélni, de néhány hét múlva már fogunk tudni róla nyilatkozni. Ez a néhány hét a kritikus állapot, tehát ha azon túl vannak, akkor elképzelhető, hogy minden rendben lesz? Pontosan. És most még a doktor úr, tehát Csokai doktor úr is ott van kint, és figyeli a következő 2-3 hetet, gondolom, vagy felügyeli. Igen, így van. Ha minden jól alakul, akkor hogyan tovább? Mennyi időt kell még várniuk a következő műtétre? A tervek már készen vannak, hogy pontosan mire van és mire lehet szükség. Ennek az ideje azonban attól függ, hogy az ikrek állapota pontosan hogy alakult. Tehát egyáltalán mikor lehet őket felébreszteni, a neurológiai vizsgálatok során mi derül ki, hogy minden rendben van-e, vagy esetleg a műtét után van valami szövődmény. Mert itt azért egy elég komoly szétválasztó műtétről van szó, amely az agynak nagy részét érintette. Csókai doktornak speciális mikrosebészeti módszerrel kellett haladni a 10 mm-ről 10 mm-re a mikroszkóp alatt. Egy csak tulajdonképpen a szeme előtt egy kis kamerán keresztül látja, hogy mi történik bent? Hát egy hatalmas mikroszkóppal, ez látszik is szerintem az egyik felvételen, amit közzétettünk. Tehát a szétválasztás nagy része az tényleg mikroszkóp alatt történt. Elképesztő koncentráció mellett. 10 mm. Atya úristen. Hát ez egészen felfoghatatlan. Ez a fajta emberi teljesítmény, ez a fajta szaktudás, és ez a fajta alázat, hát ez hihetetlen. És ez egy magyar team hajtotta végre, hát ez aztán meg pláne.
az ember azért nagyon büszke. Igen, olvastam a Csogai doktor úrról egy nyilatkozatot, amiben azt mondta, hogy hát nem is csak az ő értemük, hanem volt itt valami felsőbb erő, ugye, hát tudjuk róla, hogy ő nagyon hisz ebben, igen, is nagyon vallásos, hogy valaki segített, ugye? Tehát, hogy kellett ehhez azért az ima, ahogy ő fogalmazott, olyan szépen mondta ezt. Na. Nagyon kellett, és itt emberi erővel tényleg annyit tudunk megtenni, ami tudományosan és morálisan megtehető, de a Jóistenke segítsége nélkül valószínűleg sehol sem tartanánk, ezt is hozzá kell tenni. Na hát kíváncsian várjuk, akkor a fejleményeket nagyon drukkolunk, a doktor urat üdvözöljük, többször beszéltünk már vele adásban, kedves volt, mert mindig nyilatkozott nekünk, gratulálunk, és hát reméljük, hogy akkor most már a lányok is túl vannak a nehezén. Kíváncsian várjuk a folytatást. Köszönjük, Alexandra. Nagyon szépen köszönjük, egy egész ország büszke rá. Köszönjük. Jó munkát, sziasztok. Köszönjük szépen, Sándor Alexandra, köszönjük szépen. Hát gyerekek, azért ez... óriási. A nagy dolog is, hogy ezt elmondta a doktor úr, hogy a szülők tudták, hogy ez, igen, nyilván életveszély, és azt mondták, hogy nem baj, ők ezt így is bevállalják. Tehát, hogy pontosan tudják, hogy micsoda rizikó van ebben. Ugye ezt még a múltkor mondta a doktor úr, de az, hogy teljes életet éljenek, vagy teljes értékű életet próbáljanak még, az nekik fontosabb, mint hogy így maradjanak. És annak ellenére vállalták a szülők, hogy megmondták nekik, hogy hát azért ez nem úgy 50-50, de hogy minden variáció elképzelhető. Azt lehetett egyébként olvasni, hogy ilyen voltak nehéz pillanatok, de egyébként ami engem nagyon megragadott ebben az egészben, hogy ez az ikerpár, hogy ez folyamatosan vidámak voltak, mindig mosolyogtak, mindig nevettek, tehát látszott rajtuk, hogy nagyon-nagyon optimisták maguk a gyerekek is. Tehát, hogy nagyon-nagyon pozitívak voltak. Pedig hát azt tudjuk, hogy nem egy jómódú család, tehát itt is egy szegény sorsú családról van szó. Valószínűleg egyébként, hogyha nem lenne ez a műtét, soha a közelébe nem kerülnének egyetlen normális kórháznak sem. Esélyük nem volt erre az egészre, hogy ez így alakulhasson. És mégis annyira pozitívak voltak. Szülők is mindig mosolygósak voltak. Gyerekek is mindig mosolygósak. Úgyhogy valószínűleg ez is benne volt azért a pakliban bőven. Ez igen, hát nem szabad elkiabálni, tehát óvatosnak kell lenni, de azért erről muszáj beszélni, szóval azért ez egy óriási. Bangladesiként azért, hát tudjuk, hát hogy hallottuk, ugye, hogy az ENSZ nem sokára esetleg fejlődő országnak fogja minősíteni Bangladest. Hát nem tudjuk. Állnak túl erősen, igen. Figyelj, egyetlen esély volt, lehet, hogy azt mondták, tudod, hogy nem is tudom, hány évesek? Három, igen. Három is lehet, hogy körülbelül ilyenkorúan. Igen, annyira nem is vagy még nyilván, igen, agyilag erre rákészülve, de azt tudod, hogy más az életed, mint az összes többi három évesnek. Hogy, ugye? És akkor egyszer csak azt mondják, hogy figyelj. Nem is tudom, ők ebből azért mennyit fognak föl. De igen, azért három évesen ezt már lehet tudni, hogy te fejednél a testvéreddel össze vagy nőve, és látod, hogy senki más egyébként nincs. Tehát tudod, hogy más vagy, és azt látod, hogy egy kicsit azért az ő életük komfortosabb, jobb, szebb, mint a tiéd. És akkor egyszer csak azt mondja valaki, meg a szüleidnek azt mondják, hogy lehet, hogy lesz megoldás. Azért ez egy nagyon pozitív dolog. Igen. Na jó, van, gyorsan fontos útinfónk van, ezt már mondtam, de mondom még egyszer, hogy teljes útzár lesz az M3-ason, már most 10 kilométeres a dugó, nagyjából az 52-es kilométer körnél történt a baleset, Pest felé, úgyhogy aki jön most Pestre, az kerüljön, mert hát ez egy nagyon, nagyon komoly balesetnek tűnik. Nem gondolom, egyébként a 3-as most már tele van, tehát hogy arra se tudsz kerülni. Igen. Tudod, egy ilyen balesetnél ott azonnal megtelik a mellékút is, vagy a párhuzamos út. Igen, de ezt többen elküldjétek nekünk, úgyhogy ott figyeljen mindenki. Jövünk mindjárt 7:30, pontosan itt vagyunk a hírek után. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon baj az M3-ason. Kaptuk SMS-ben, már jön a helikopter. Mondtuk, igen, ezt sokan elküldtétek nekünk. Ez egy komoly dugó lesz pályazárral, mindennel együtt, úgyhogy kerüljön mindenki Pest felé. Az 52-es kőnél van maga a baleset, de már most 10-12 kilométeres a dugó, úgyhogy hát hármas tudjuk tanácsolni. Az jó lehet. Az emberek próbál kerülni, nem? Azt írják, hogy már megszűnt a pályazár. Igen? Uh-huh. Igen, most szállt le a helikopter. Most azt írják, hogy meg a hallgatók. Egy sávban megindult a forgalom, de jelentős a torlódás. Akkor ja, lehet, hogy ki tudták húzni az autókat, meg mindenkit ilyen a helikopter közben leszállt az M3-ason. Igen, de azt tanácsolják, hogy aki teheti az 59-es 60 kelet csomópontnál, vagy az 55-ös kilométernél a 60 nyugat csomópontnál kerüljön a 3-as főút felé. 60 is belváros és bedugult közben. Gyerekek, annyira interaktív ez a történet. Jönnek a hírek azonnal, tudunk mindent.
Na, meghallgatjuk Anna beszámolóját egy kicsit részletesebben, én kíváncsi vagyok. Egy kicsit mesélj nekünk Amerikáról. Amerikában járt Anna szabadságon, ráadásul 3 hetet, úgyhogy hát van bőven mit. De most Amerika mesélni. Kezd, hogy csak 17 így nap van. Volt, nem 3 hét. Na, nem 14, vagy mennyi volt? 17. 17 nap volt, igen. Miami-ba egyenesen, vagy hogy mentetek? Igen, úgy mentünk, hogy Miami, ott eltöltöttünk 4 napot, aztán fölmentünk Orlandóba. Ne, kezdjük a csomagolással. Nem, fóliáz... nem szeretnék ilyen, nem. Fóliáztatok, vagy nem fóliáztatok? Nem, fóliáztunk. Én nem vagyok egy nagy pakolós, tehát mi egy nagy bőröndel utazunk, és mindenkinek hárman. Van a saját kézipodgyásza, így, ahogy mondod. Hárman egy nagy bőröndel utazunk. Hát most mi, két hogy pólót beraksz a pontosan. Petinek? Semmi, meleg van. 4 sortnadrág Karinának, mondjuk dupla, mert Anna gyerek. Anna cuccaiba belefér Karina, hogyha Karina cuccait vinnék, nem lassan egyébként. Nem, most viccet fér, én nem vagyok egy ilyen, hogy becsomagolom a gardrop szekrényt, nem ez a típusú nő vagyok, tehát én praktikusan utazom. Mindenkinek a kis póló. Visszafelé 4. Ez pontosan. Mi úgy megyünk, hogy 4-en megyünk 3 bőröndel plusz kézipodgyász. Nem. Egy nagy 3 kézipodgyász. És akkor Viki még nem is csomagol. Pontosan, igen. Az külön kamion. 3 bőrön megyünk. 3 bőrön. Hogy csináljátok ezt? Ügyesen. Én ezt szoktam, sőt, olyat is szoktam csinálni, hogyha ugye ilyen helyre megyünk, ahol tudom, hogy jó idő van, tehát nem a északi sarkra készülünk, akkor beteszek praktikusan egy folyékony kis mosószert, egy ilyen nyomós akármit, és hogyha arról van szó, akkor tudok mosni, vagy egyébként legtöbb hotelben van mosoda lehetőség, szárítógéppel 2-szer ezt igénybe is vettem. Még igen, nálunk pizik a gyerekek azért oda, még kell egy csomó minden. Igen. Tehát, hogy én bedobáltam az összes pólót, egy nagy kör mosás, szárítógéppel, 2 dolcsér, és hoztam haza a... 2 dolcsér? Igen. És milyen, amikor az ember leszáll egy csomó filmhelyszínen, látod, 30-40 évig nézed, irigyked. És kibontjátok az első kolbászos solet konzervet. Nem bontjátok. Dugod a kis Miami hotelbe a kis villanyrezsódat, Peti enne egy babkonzervet. Lecsó. Nem, tényleg, mert én amikor leszálltam először igen. Amerikában, úgy elérzékenyülsz. Az van, hogy úgy, atya úristen, itt vagyok. Azon a helyen, amiről olvastam, igen. Hallottam, láttam filmekben, mindenki mesélt róla. Nem tudom, 20 akárhány éves voltam, kimentünk forgatni az Épusz televízióval, önköltségen. És leszálltunk, mi New Yorkban szálltunk, és New York, Atlanta, Miami-t repültünk valamiért, már nem is emlékszem, de azért ott egy pillanatra elérzik egy az tényleg ember, így van, de ez így mikor van. Mikor kilépsz, mikor Miami összes reptéren. Összes helyszín ismerős a különféle filmekből, ugye Miami Vice, helyszínelők, minden visszaköszön. Ezeket állítottam, nem láttam én se. Ezeket az utakat láttam a televízióba. Jaj, hát de tényleg így van. Visszaköszön minden. Eleve a klíma, hogy az ember kilép a repülőtérről, és az a jó kis óceáni levegőt úgy megkapja az arcába. Hát igen. A Miami reptér ott már pálmafák azonnal. Hatalmas reptér, borzasztó nagy reptér, minden gyönyörűen ki van táblázva, nem lehet elkeveredni, nem hittük el, tehát hogy úristen, hogy fogjuk megtalálni a kölcsönzött autót, hát simán, hát úgy nyugtass találod meg, hogy simán. Egy V8-as benzinfaló szörnyeteget. Egy szörnyeteget vettünk ki, és egy nagyon Sonyan. Jó sztoria van. Itthon lefoglaltunk egy ilyen kis városi terepjárót, hogy úgy mondjam. Megérkeztünk, oda mentünk a kölcsönző pulthoz, és meglátta az amerikai fickó, hogy van egy nagy bőrönt, 3 kézipodgyász, egy gyerek. Kérdezte, hogy milyen távra, vagy hova szándékozunk menni. Hát mondtuk, hogy hát így körbejárnánk Floridát. Ez kényelmetlen, ez a kis vacak. Mindig ezt csinálják. Azonnal felülnek, azonnal adnak egy jobbat, annyira jó. De a kis vacak az itthon egy normális, jó méretű autó. Az egy bizony, pláne egy Yaris után, mert nekünk egy kis pici kis Toyota Yarisunk van, és hát mondtuk, hogy jó, de hát, hogy nekünk ez elég lesz. Dehogy is, kényelmesen kell, nagy távok, nagy... Oké. Megbeszéltük. Kedilek eszkalédő, de azonnal odaadod. Petinek volt egy speciális kérés, hogy legyen egy bölény koponya, és egy Winchester. Igen, egy speciális kérés. És nem volt sokkal drágább, elárulom, tehát tényleg a 17 napra vetítve, mondjuk azt mondom, hogy körülbelül egy ilyen $100, igen, ez a pakolás pillanat, ez a tegnapi búcsú. Hát, ja, ez már a búcsú, ez volt az autó. Ez volt az autó, hát ez egy japán, nagy fehér,
Igen. Ez egy... Valaki el akarja lopni. Ez a leadás pillanata. És ott van egybe, azaz, na ő volt az. Igen, ő, Peti nem akart elereszteni, gondolom. Nem akarta. Ez utána jár is egy picit vissza. Figyelj, nagyon-nagyon. Úgy bírom az amerikai, ilyen lazák. Ne ezt vigyétek, vigyétek azt. Itt van egy nagyobb, nem upgrade-elem, nem kell nagyon sokkal többet fizetni, jó lesz ez nektek, ezt vigyétek. Halállazák. Figyelj nagyon, és várja most a lazaságnak a csúcsa, hogy fölírta, hogy hetes. Number seven. Jó, oké. Na, nem... na, fejlődött az angol. Így, igen, bocsán, fejlődött nem, bocsán, az seven, seven. Ötös, tehát number seven. Number seven. Figyelj, elboldogultunk, tehát, hogy ott hát, azért Karina, a... jól beszél. Nagyon jól beszél, de ott azért a bevándorlók ugye spanyolul nem beszélnek egyáltalán angolul, tehát, hogy milyen értelemben kuriózumok voltunk, mert mi azért valamennyire, Peti nagyon jól, én elboldogulok vele, Karina meg szuperül, nem beszélik az angolt, úgyhogy mondjuk abban az országban élnek már generációk óta. Nem, ők meg vannak a kis negyedeik, ők ott élnek, és nagyon sokat übereztünk, és az összes Uber sofőr az ugye venezuelai, kubai... Már hogy? Uber király a hely. És ők nem beszélnek angolul, tehát nem, velük nem, nagyon nehéz kommunikálni, ők spanyolul beszélnek. Meg minek tanuljanak meg angolul, hiszen azok a kis negyedek, amikről te beszélsz, gyakorlatilag a város. Hát mondjuk megtanulhatnának, azért szerintem abban az országban élnek, ezzel nem értek így egyet, de mindegy, ja, ők nem tanulnak, mondtam, nem tanulnak meg, nem tanulnak. Nem na majd a Trump! Na majd a Trump. Hát igen, republikánus részen voltunk, ezt ne felejtsük el, de nem akarok politizálni, tehát vissza a number seven-hez. Lementünk egy hatalmas mélygarázsba, irdatlan, brutál nagy, nem látszik a fotón ebből semmi, rettentő nagy mélygarázs, és ott, hát láttuk, hogy nem, ott van egy hetes sor. Hát is mondtuk, hogy oké, és hol a kulcs, hol a mi autónk. Oda mentünk az egyenruhás kölcsönzős, mindegyik kölcsönzőnek az embere lenne a mélygarázsba, hogy where can I find my car? Anya úristeni! Hol itt? Oké, hogy number seven, ezt értjük, de ti mit akartok ezzel kérdezni? És mondta, hogy nem értette. Mondta, hogy oké, miről beszél a lady? Hát, hogy most vettük ki az autót, és hogy a hetes sor, de hogy hol a kulcs, hol az autó? Nézett rám, hogy miről beszélek? A hetes sorból bármelyik elvihető. És állt 150 darab autó, és benne így odahajtva a kulcs. És így, én bevallom, Balázs, én ott, akkor én elsírtam magam. Én átvettem, hát mondom, hogy bármelyik elvihető, és ez a nyomorult, szorongó, európai lélek, ahogy ott tegyünk, hogy bármi, melyik, azt, Karin odállt ez a fehér kis csekély méretű autóz, és mondta, hogy ő ebbe úgy bepakolta a kézipodját, hát mondtuk, hogy jó, akkor legyen ő, majd beültünk, és így elindultunk. Majd elérkeztünk a szállásra egy hatsávos úton, ilyen révületben történt az egész, Peti levezetett a hatsávos autósztrádán Miami, az első szállásig nem volt messze, hál' Istennek, azért automata kocsi, ez az autó 6 hónapos volt, tehát gyakorlatilag alig volt használva, nem vigyed, kész, nem érdekli. Tele, full tank, ennyi volt, full tank, meg a két papírt adtak, szevasz. Megérkeztünk a szállásra, Peti mondja, hogy figyelj, hol vannak a kocsinak a papírjai? Hát azért 17 napig fogunk autózni Amerikába, forgalmi. A mondom, biztos benne van a kesztyűtartóba. Lementünk, kinyitottuk, semmi. Hát mi a Peti, itt nem messze van 8 kilométer, én csak visszamegyek, azt mondja az a kölcsönző céghez, és megkérdezzük, hogy... Hogy hol a papír? Hát azt mondja, megállít minket a járd, mit mondunk? Kézzel visszamentünk, és itt jött a még nyomorultabb helyzet, mondta az amerikai csávó, hogy miről be? Hát mondta Péter, hogy hát forgalmi, tehát a papírjai az autónak. Nincs ilyen. Mondta, hogy take it easy. De nincs papír az autónak. Take it easy, Russian people. Take it easy. Nem, na erre is majd mondok, nem néztek minket Russian people-nek, és nagyon tudják Magyarországot, és nagyon sok embernek úti célja Magyarország. Én meg nagyon büszke voltam rá, mindenki tudja a Budapestet egyébként. Nem volt az, hogy hol van, meg ki, mi ez a kis nyomorúság. Tudják. Na visszatérve, és képzeld el, hogy nincsenek papírja az autónak. Tehát maga az... Egy papír, amit kapsz a nyomorult névjegykártyával, azt megmutatod a rendőrnek, ha megállít, de nem állít meg, nem is érdekli. Nem, ott nem szednek, hogy teljesen más. Úgy nem igazolt, ha hülyeséget csinálsz, kiszednek, de ha csak normálisan mész, akkor nagyon jó. Semmi, egyszer nem állítottak meg minket. Ha normálisan mész, nem szednek ki. Pedig hát 1700 kilométert mentünk a kis drágával, tehát hogy nagyon-nagyon sokat, nagyon tényleg nagyon jól
levezényelte Péter ezt a részét. Hát tényleg, egyébként tényleg nagyon élveztük, tehát, hogy más dimenzió, de hát ott ugye gallonra van a benzin, nem akarták elhinni, hogy nálunk mennyi a benzinár, mikor az Uberessel próbáltuk megértetni a képen beszélt angolul, hogy nálunk egy liter annyi, ugye egy gallon az 3,78 liter, majdnem 4 liter, 4 liter üzemanyaga az USA-ban az 2,40 dollár környékén van most ebben a pillanatban. Tehát az olyan, ha belegondolsz, akkor az olyan, mint 700 forint, 800, nálunk ugye 4 liter üzemanyag az nagyjából 1500 forint környékén van. Nem akart elhinni, micsoda életszínvonal. Úristen, azt mondja, hogy sokszorosát keresik, és még olcsóban is tankolnak rohadékok. Nincs is kis autó, tehát pont ezért. Mert gallonra mérik, tehát ott nem probléma. Tehát sok pénzt nem költöttünk el benzinre. Hát nagyon nagy élmény volt. Szóval megérkeztünk Miami-ba, az első sok, mondom, az autósztráda, a hadsáv erre, hadsáv arra, felüljárók, a közlekedés, a nagy autó, a minden, és akkor utána hát 4 nap Miami volt, ott amit tudtunk, megnéztünk. Nagyon-nagyon klassz volt. Voltunk a beachen, megnéztük a... Tengerpart, János. Igen, tengerparton voltak, csak mondom. Ja. Igen. Én mindig szeretem volna elmenni egy beachen. Szóval jó volt, nagyon-nagyon gyönyörű, csodálatos. Hát utána fölül autóztunk Orlandóba, az egy olyan 270 kilométer. Akkor már megvolt a komfortérzet, akkor már Peti meg tolta volna rá, hogy bad boys. Persze, figyelj! Ez az, mi meg ott hátul csápoltunk a Karinával. Nagyon-nagyon jó volt Orlandó is, az Universal, és Orlandóból mentünk át Cape Canaveralre, az egy olyan 120 kilométeres távolság, nem egy nagy távolság, és akkor onnan ott mentünk még nem jártam, azért az menő gyerekem, hogy bemész ugye Kennedy űrközpontban, hát, nem? Figyelj, hol, szóval azért az megint egy ilyen... Az nem akármi, ezt tényleg, oda el kell menni. El. Nem kaptunk el, aznap nem volt, nem küldtek föl rakétát, én elég szkeptikus voltam a holdra szállás kapcsán, ugye tudom, hogy beszéltetek az Ábori Balázsral, mert igen, mert én mindent tudok, hogy mi volt, hogy volt, de én azt gondolom ezek után, amit ott láttam, hogy amit a Balázs is tudom elmondott nektek, túl sok ember van ebbe bevonva, ott vannak a tárgyi emlékek, egyebek, azért ezt nehéz elvitatni, tehát hogyha oda bemész és ezt megnézed, igen, itt van. Tehát, hogy nagyon-nagyon csodálatos dolgokat láttunk. Annyi minden történik, hogy nem is tudsz konkrétumot mondani. Igen. Tehát, hogy igazából azért nehéz ugye mesélni, hát, mert hogy kell, hogy az egész leülepedjen. Na, ez pontosan így van. Hát láttuk ugye, ez a legek világa a NASA. Tehát láttuk a legnagyobb, világ legnagyobb szerelőcsarnokát, tehát ez, ahol összeszerelik az űrsiklókat. Ennek fölírtam a méretét pont miattatok, hogy el tudja majd mondani. Peti 100... lemérte szolstokkal. Lemérte, igen, vittünk hol egy... Hol hagytam a mérőszalagot? 5 méter. Na ez az az épület, ez az. Ennek a magassága 156x218x160 méteres. Ez azt jelenti, hogy a belmagassága több mint 150 méter ennek a szerelőcsarnoknak. Itt szerelik az űrhajókat. Itt igen, és itt külön, itt nem fogod elhinni, hogy külön klímája van, esőfelhők alakulnak ki benne, mert a 150 méternél már különálló klímája van a dolognak, és van, hogy hirtelen így lezúdul, mert a bejárati ajta, a világ legnagyobb ajtaja, tehát amin ezek a dolgok kiférnek, a lánctalpasnak egy lánca 900 kiló, van egy speciális kavicsút, amin kimennek, amit ott meg lehet nézni, azt a kavicsutat. Ez a zászló, ez akkora, hogy a kék része a zászlónak, az egy kosárlabda pálya méretű. Tehát az a világ legnagyobb zászlója, ami itt a NASA-nak a falára van festve. Az amerikai zászló kék része, az egy kosár. Csak a csillagos rész. Csak a csillagos rész. Figyelj, felfoghatta, tehát ott állsz, és tényleg azt érzed, hogy úristen, de ez egy teljes napos ott lét, tehát 10-kor mentünk, és Karina, este 5-kor. Karina, mindent felírtál? Mert addig nincsen májvacukor. De tényleg, kikérdezem. Igen, addig nincsen hotdog. Mondd vissza. Egy falat rizit sem nyelhetsz le. Nagyon-nagyon, meg megható volt ez a Hall of Fame a hírességek csarnoka. Mondom, János, hogy... Hol? Holló? Ez ilyen hologram. Egyesület. Tehát, hogy nagyon... Holofilm. Az űrrepülőgépeket látni, be lehetett menni, meg lehetett nézni ezeket a kis rakétákat. Nagyon jó előadások vannak, iszonyatosan ilyen tényleg 21. századi, tehát 3D szemüveggel, de nem akármilyennel, tehát, hogy nem olyan, mint a moziba osztanak, hanem... El is hoztam a 3D-t. Óriás sorok, mindenhol, óriás sorok? Annyira jól megvan, sehol nem áll sorba. De Universal Park azért a sor.
sorbálós. Az nem, az se volt sorbálós. Az se volt sorbálós? Úgy hidd el, hogy nem. Nem volt sorbálós. Nagyon-nagyon sok kassa van, nagyon sok része van, mi az Adventure részére mentünk a parknak, minket az érdekelt, inkább az ilyen bulisabb dolgok. Nagyon át Harry Potter vár természetesen, hát megőrülsz, annyira jó. Hát ott sorálás van, ott azért egy masszív 45 perc, mindig ki van írva minden ilyen nagyon nagy létesítmény előtt, hogy mennyi a sorálás. Gyorsan oda reggel kell menni, tehát 10-kor nyit, a dolgokat 8-kor már ott ültetek egy kolbászos szendvicsel. Pontosan így van, egy kenő májas, megkentem a családnak. Fasírozott a zsömlével, egy májas zsömlével, mert ott ültetek 8-kor a bejáratnál. Úgy, ahogy mondod. És ott kell kezdeni ezeknél a nagyoknál, és a többi aprót azt később. De az is nagyon nagy élmény volt, ott egész nap végig játszod az egész minden. Tehát amit egy nagy játszótér felnőtteknek, gyerekeknek. Az a baj, megfertőzöttetek, érzem. Tehát innentől kezdve az ember már spórol a következő amerikai útra. Hát ez figyelj, nagyon nagy. Nyugati oldal, és ott akkor átmentünk, úgy, ahogy mondod, átmentünk onnan Fort Myersbe. Az Aspen. Az nagyon-nagyon, igen, ez a... És Key West milyen? Az szép, csak uncsi, nem? Figyelj, Key West nagyon klassz, egy buli. Egy olyan hely, egy ilyen karibi bulis hely, iszonyatosan jó, klassz, mi egy napot szántunk rá, ott aludtunk egy este, iszonyatosan jó, elmentünk, ott van egy ilyen sétáló utca, ilyen gay negyed, írdatlan jó hangulata van, a csajoknak nagyon tetszett, Zsű, mutassam egy kiket rólam, ott egy ilyen pöttyös szoknyámat le akarták rólam szedni a csajok, mert azt mondták, hogy annyira csinos vagyok a pöttyös szoknyába, hogy adjam már oda nekik, hát mondtam, hogy nem, mert akkor bugyiba maradnék. Tehát, hogy ez így nagyon bejött a kivesztieknek. Hát ugye nyilván elmegy az ember, ott fotózkodik a legdélibb ponton, 150 kilométerre van ugye Kuba, Key West-től. Hát ott egy elég jelentős amerikai létesítmény van, tehát ilyen hadügyi, katonai létesítmény. Kisegítettek a vízből, és azt mondtatok, majd Trump megoldja. Igen. Trump ezt is megoldja. Nem, visszalöktek. Néhány úszót visszalöktetek a vízbe. Menjetek vissza. Ott kell megoldani a problémát. Igen, jó hangulata van. Jó, hogy mondjam, nagyon-nagyon pezsgő kis életű város. Tehát éjszakai buli. A G4-be is bementetek? De, persze. Ott, hát mutas, Zsűl, ott rögtön mutatja. Peti. Persze. Azt három napról visszamentetek Petiért. Még mindig táncolt. Hát Petit leszólították sorba a srácok, csajok, nem tudjuk kicsodák, de jól néztek ki. Hát ilyenek vannak, igen. De nyitottak mindenre. Ilyen vicces az egész volt, város. Volt, hogy éjszaka fölkeltél, és Peti nem volt melletted? És rabolták. Jött is csörtetve az árra, hogy én csak kimentem inni egy vizet. Kicsit rúzsos szájjal. Megnéztük Hemingway bácsinak a házát, ahol ott szivarozgatott a sok macskával. A falon az agyának mindent a darabjait. Megnéztünk, amit tudtunk, és akkor onnan utána kivesz és vissza Miami. Tehát, hogy ez volt így a kör, de a Fort Myers a Mexikójöből volt az egyik legnagyobb élmény. És jönnek közben a kérdések, hogy akkor jó ötlet volt a Providen? Tehát akkor Jó ötlet volt. Jó ötlet volt, Amerika. Köszönjük szépen, 30 évig nyökjük a részleteket. De csodálatos volt. Fie, Fort Myersen 30 méterre úztak tőlünk delfinek. Delfin család úszott be a Mexikói öbölbe. Elképesztő. De a partiőrség felszólított őket. És agyhol lőtt a delfinek. A Egyesült Államok közelítenek. Kérjük, térjenek vissza Mexikóba. Na, szóval jó volt ez a lényeg. Köszönöm szépen, hogy elmehettem. Hát ne vicces. Na, gazdagodhattam ennyi szép élménnyel. Örülünk. Utoljára még járt. Igen, remélem jól körülnéztél. 8 óra pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Szóra után 14 percet itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt. Drága hallgatóink, marad a meleg, marad a jó idő. Juhéj! Szuper! Hallgatóink pedig megbolondultak. Igen, tisztelt a kivételnek, reméljük többen vannak. Igen, ma hívtalak titeket, és ha nem azt a zenét adjátok le, amit kérek, mindig leszoktátok játszani, akkor perelni fogom a céget, és a médiában is jelezni fogom szélhámos banda. Ja, tíz, nem nagyon szoktunk zenét teljesíteni. Nagyon jó, imádom az ilyen SMS-eket, igen. A paranoid skizofrénia megtámadta a hallgatóinkat, és... Főleg, ha mindig leszoktátok adni kitétel érdekes benne, igen, mert soha. Amit kér, igen. Na jól van, azt nézem, hogy mi a helyzet az M3-ason, ha van friss közlekedés hírtek, akkor küldjétek. Elindult-e már az útzár, hányan vannak, mekkora a dugó, ugye ott volt az M3-ason, az 52-es kilométernél 60 térségében kis busz, két autó, és óriási dugó volt mentő helikopterrel mindenen együtt. Sajnos, küldjétek el, hogy mi a helyzet. Jó van, mint a nullásan az M5-ös felé.
A 31-es út előtti kihajtónál kamion kocolt le, valamit leállóban áll rendőrrel, haladni lehet, de alakul a dugó arra is. Egy futárkoma küldte nekünk. Köszönjük szépen. Meg 6-os főút, Rácalmásnál, 62-es kilométernél, ott is félpályás lezárás van érvényben, mert kigyulladt egy kis terautó. Igen, szuper volt hallani az amerikai beszámolót, egy hónapot töltöttünk, itt májusban hasonló élményekkel gazdagodtunk, bár mi nem nyaralásciából utaztunk, kislányunkat műtötték kint, de leírhatatlan számunkra, amiként tapasztaltunk, szuper a műsor, Anita küldte nekünk. Anna nem találkozott Kozsóval? Kérdezi Kozim, ez jó kérdés, igen. Igen. Kit érdekel Amerika? Bögtél van, ja, bögtél vagy nem, Jani? Már elmesélte. Már elmesélte egyébként, igen. Igen, igen, igen. Amikor ment vagy a csarnokba, és elkezd esni az eső, elmossa az eső két, ha hogy munkád az megfizetett, Dani írta még ugye a NASA csarnokra. Köszönjük szépen, illetve kérdezik, hogy Anna, akkor most álmaid van Amerika visszaintegete. Hát, szerintem már gyűjtenek a jövő évre. Ez volt az? AD stúdió. Álmaid van Amerika visszaintegete. Jó volt az, illetve nem. Jó, hát akkor az egy jó dal volt. Akkor az egy jó dal volt. Na, olvastátok, hogy ugye kitört a nyár, mindenki ezerrel nyaral, mindenki megy Velencetó, Balaton, Balatonpart, és hát jönnek a különböző portálok, különböző élménybeszámolói, hogy hogyan szabadultak el az árak a Balatonon. De most nem az ingatlan árakra gondolunk, és nem arra, hogy az ember földet, gyümölcsös borozót akar venni, hanem arra, hogy mit csinálnak, és mit tapasztalnak a hallgatók, akik ugye lent vannak, és akik ott nyaralnak. És hát vannak ugye portálok, akik minden nyáron összeszedik a különböző tapasztalatokat, hallgatók, olvasók írnak, és jelzik, hogy, hogy mit csinálnak a különböző éttermek, lángosozók, strandon a fagylaltozók, és valami egészen elképesztő, hogy mennyire elszemtelenedtek. De nem csak azért, mert hogy drága az ár, vagy azt mondja nála, hogy mit tudom, 1500 forint egy lángos, vagy 280 forint egy darab palacsinta, hanem különböző praktikákat szedtek össze, és mindjárt ennek utána járunk, hallgatunk is írhatnak, hogy igaz-e, hogy hogyan próbálják manipulálni az árat a furmányos, ravasz kis vendéglátósok, a balatoni vendéglátóegységben. És nagyon-nagyon tetszik nekem az, hogy folyamatosan nőnek az árak, az érthető kínálat, kereslet, sok turista, jó idő. De mikor volt olyan egyébként, hogy csökkent? Tehát, hogy azért hát, már, de nem is ez a baj, nem hogy ezt tínik, most de már elfogadta mindenki, érted, hogy nem. Nő az ár, mert drágább a munkaerő, drágább az ingatlan bérlés, és minden drágább, nő. Nem ez a kérdés, érted, hanem hogy mi a trükk benne, hogy egyik nap ennyi, másik nap annyi, átírod, kisebb adag, nagyobb díszítés. Ja. Érted? Igen, ugye itt arról van szó, hogy nem úgy kell érteni, mint amint tavaly 800 forint volt egy lángos, most mondjuk 1000 forint egy lángos, hanem arról, hogy amikor jön a jó idő, amikor jön a rossz idő, amikor kevesebben vannak, amikor többen vannak, tehát, hogy az árképzés, az figyeli az időjárást, a tömeget, és ugye, hogy ezek legtöbbször krétával felrajzolható árak, amik naponta, akár igen, többször is változnak, vagyis oda megy a vendéglátós, bizonyos helyeken, hát nyilván nem mindenhol, és szépen ledörzsöli a lángos, amit 900 ér árul, látja, hogy kicsit borult az idő, kicsit kevesebbet fog ma eladni, és gyorsan lemegy az értéke 600 forintra. Ja, érted, tehát ha úgy kell elképzelni az egészet, mint egy, mondjuk egy pénzváltót, vagy egy valutaváltót, hogy folyamatosan változnak az árfolyamok. Kimondja, hogy palacsinta, lángos, tejfölös, sajtos, füstölt sajtos, stb. És akkor gyakorlatilag naponta többször is János, körülményeknek megfelelően lehet, hogy még talán olcsóbb is, mint reggel volt, de hogy akkor gyakorlatilag folyamatosan kell figyelned. Gyereket ki kell ültetni egy fagyival, egy kalipóval, van oda, egy és megfigyelő. Van egy, igen. Apa, jönnek, sokan jönnek. Oké, okay, akkor fölvisszük az ízes palacsinta. Van egy törlőnéni, aki járja ökölbe szorított kézzel a kis táblákat, és amikor kimegy, beleszimatol a levegőbe, és látja, hogy a napsütés lesz 30 fok, akkor hirtelen azt tapasztalható néhány balatoni vendéglátóipari egységben, hogy a 850-es lángos az felugrik 1001-re. Aztán, amikor egy kicsit borús az idő, és jön a vihar, és kevesebben vannak a strandon, vagy hidegfront van három napig, akkor beesik a lángos ára 600 forintra. Terménybemutatós nyuggercsoport érkezett a parkolóba. A hek is folyamatosan változik néhány vendéglátóipari egységben, a lángos is, és a palacsinta is. Hát mozgó áras, ez olyan, mint az aranyár folyama. Hát ez folyamatosan persze, mozog. Kereslet, kínálat. Hú, ez olyan, mint a tőzsde. Uh-huh. Ilyen meleg van, sok fröccs folyik.
Már följebb is nyomtak az árát. Na de akkor nem lejjebb kellene, mert akkor, hogyha... Igen, én is ezen gondolkodtam, igen, amikor bedobtuk ezt a témát, hogy nyilván, hogyha rossz az idő, és kevesen vannak, akkor is elérd ugyanazt a bevételt, ugyanazt a nyereséget, akkor viszed föl. Igen ám, de ugye, ha rossz az idő, akkor nem kívánod annyira például a fröccsöt. Melegben jobban kívánod. Tehát itt nem az a cél, hogy gyakorlatilag egész nap, tehát legyen egy középárfolyam, ami mindig nem az ugyanaz. Nem. És akkor ennek megfelelően egy kicsit alacsonyabb, kicsit magasabb, nem, hanem inkább profitorientált. Így van, ha sokan vannak, és nagyon megy, akkor keressük így, rajta. Ha kevesen sokan vannak, legyen drága, sokan vannak, legyen még drágább. De baj ez egyébként, hogy ő ezt csinálja? Hát itt a saját magának szabja az árakat, nem? Ez törvénytelen, hogy én ma ezen egyért adok... belül legyen már ugyanannyi. 1001-ért adok 11-kor egy brassói, de látom, hogy nagyon sokan vannak, és gyorsan átrajzolom 1003-ra, vagy naponta változtatok, hát én szabom meg a saját áraimat. Elvileg ezt megtehetem, igen, nem? Hogy látom, hogy ma nem fogy annyira a lángos. 900-ért ma gyorsan van egy kis diszkán, ma 600-ért viszed a sajtos tejfölös. És ha régóta állott a pulton, érted, és már kicsit már kezdődje... Akkor 400. Aha, dermedezni, akkor vagy lejjebb. Akkor még lejjebb viszed. Aha. Igen, a jogszabály nem tiltja, hogy... Szerintem hát azt eszem, átalakítsd az árat. Majdnem friss lángos. 800-ért? Hát igen, tehát hogy vagy látod már, hogy mit tudom én délután megmaradt neked valamennyi, mit tudom én, 15 darab lángosod van még, ami ott van, és azt ma meg kéne sütni. Aha. Kimész, ráköpsz a tenyeredre, átdörzsölöd a kis krétával, a kis táblával, krétával írt táblát, áthúzod a 900-at, és beleírod, hogy lángos 650. Hát 650. Nem feltétlen van ezzel baj, szerintem. Igen, csomagban 5-ös pak. 2005. Hát a többet viszel, van kedvezmény mindenből. Igen, azért jönnek, azt mondják, ez a balatoni mesterséges intelligencia, hogy figyeli a kínálat keresletet, és azonnal ugrál. Igen. Tényleg, mint egy komolyabb tőzsde, hogy nézi az árfolyamot. A lángos, a palacsinta. Ez a B2, a balatoni értéktőzsde. Plusz ugye rossz időben olyan helyre nem ülsz be, ahol nincsenek. Aha. Tudod, mindig oda ülsz be, ahol már van egy-két vendég, mivel tudod becsábítani az elején a például vendéget? Például emberformájú papiratrapokkal, ami ültetek. Az is jó, de ez egy idő után szerintem, hogy lebuksz. Azzal tudod becsábítani, hogy nálad olcsók az árak, érted? Aha. Tehát rossz időben leviszed az árat, beül már két turiszt, elkezdenek enni, jön a többi. Na, ki van azt találva? Tök jó. Olyan ez, mint egy repülőjegy írják, hogy ahogy telítődik az étterem, úgy nőnek az árak. Tehát te még, ha szerencséd van elsőnek, még 800-ért eszed a brassóit, de mire 13-an beülnek, foglalják a helyeket? Érted? Hát a repjegyek is így vannak. Félig telített gépnél már emelkednek a repjegyek, ha 10 hely van, akkor határa csillagos ég. Ha látja a légitársaság, ugye, hogy nem telik a járat, akkor lejjebb megy az ára. Ennyi. Na most azért szabad árképzés. Attól például tök ideges lenné, ha ülnél bent az 1500-ért megvett brassóiddal, majd látod, hogy a mama kimegy letörni az 1500-et, igen, és fölírja a 800-at. Aha, és még mielőtt elértél volna a pénztárhoz, mert nagy a sor. Tudod, tologatod a kis izédet, cuccodod, és mire odaérsz, addigra a mama kicsoszog, tudod, sátod, és akkor... Bocsánat, 1500, nem, most nézem. 1006. 1006 lesz. És te még az 1002-es ára jöttél be. És mondjuk az ülőhelyekkel még tudna egyébként kavarni? Tehát lenne mondjuk a nagyon nyomottáros fapados, aztán lenne a fapados asztallal, aztán pedig a fapados asztallal és napernyővel. Igen, illetve hát az álló, az a legalja. És végül igen, az, amikor le is törlik az asztal. Le is törlik, illetve kihozzák a kaját, az én már nagyon extra. Amikor nem üvöltenek, hogy két lángos, egy kóvi, két hek, tényleg, és két lekváros palacinta. Nem szólok, hogy kész van, szólok, hogy kész van, kiviszem. Igen. Tegnap voltunk Siófokon. Menj tovább. Jó. Én nem vagyok helyesírás náci, tényleg. Meg nem vízből írta így. De a Siófokot elipszilonnal írni... Hány évvel írják? Ez most levert a víz. Most levert a víz, hogy Siófok. Szerintem. Elipszilon. Ezen most ki vagyok. Ezen most le kell, hogy térdeljek egy pillanatra. A ketchupcsiből nem olvasom. Nem rossz. Tessék. Az nem rossz. Most meg fogja írni, hogy vízből írtad. Az jó. Ketchupcsével. 2002 a fagyasztott rántott sajt, két darab. Egy marék fagyasztott sült krumplival. Uh-huh. Plusz ha ketchup is kellene csével, nagyon jó, akkor az még egy 100-as. 600 volt a sima lángos, de mondjuk finom volt. Na, az ezt nem hívjuk baj. Dinamikus árazásnak. Nem, nálunk nem honosodott meg, de az amerikai baseball bajnokságban így változnak az árak. Megy a bajnoki, és akkor te ott a sírkeszárnyi. Mennyi sírkeszárny fogyott, vagy mennyi nem fogyott ilyen. Balatoni halas, két süllő, egy kovi ubi, kenyér, citromos sör, 16 ezer. Ja, hát ha süllőt eszegetünk. Finom volt, azért nyertem egyet, Máté küldte nekünk. Na most azt látod egyébként, tehát hogy te egy bepanírozott halszeletet kapsz ott magadnak, vagy egy ilyen hal törzsöt, abból te azt látod, hogy az süllő. Az ízéből is érzed. Igen? És igen.
más a hekk és más a süllő. A süllő a legdrágább halabban ez csinál. A süllő ilyen. Elnézést, ennek nincsen süllő. Ez ilyen. Ez drágább. Ez. Én szerintem, figyelj, ha nem a szabadrablás kategória, akkor miért ne csinálhatná meg? Nem? De egy kicsit az, ugye? Tehát, hogy azt írják szerintem, a hallgatók. Szerintem teljesen nyétszínű azért... fosztogatás zajlik egyébként. Tehát, hogy azt kérsz el ilyen turista áradatban, amit egyébként nem szégyelsz. Hát ez a 2-3 hónapod van, ami persze nem mentség, de ilyenkor kell az egész éves lóvét megcsinálni. Girosztál 2001-ér? Hát, igen, igen. Szemtelen a girosztál 2001-ért? Látni kéne. 0,75-ös ásványvíz 1300 forintért sikerült, 0,75-ös ásványvízet 1300 forintért sikerült valakinek beszereznie a Balatonon. Bubis volt. Mit? Már biztos bubis volt. Érted. Meg Evian, mi? Aha. Evian víz. Lágos, és ugyan már az utcánkban a kis görögdíny árat minden nap 8 körül átírja. Látom, mikor megyek munkába. Várjál, le vagy fel, azt ír már meg. Meg hát igen, 8-kor még ő mire alapodsz? Felviszi, mert látja, hogy ma jó idő lesz, ma sok görögdínye fogy, be van borulva, ő ezt most leviszi, mert tudja, hogy borús időben nem megy annyira a dínye, 8 körül ő hova hát, lövi be az állat? Vagy látja, hogy tegnap nagyon nagy forgalom volt, ezért kicsit lök kilóján, nem tudom, 50-100 forintot lehet? Nem, azért, mert 8-kor még árnyékban van, tehát hűtött dínye. Persze, hogy drágább. Ja, és 11-től lemegy az ára, mert meleg. Tihanyban ittunk délelőtt a betonos strandal szembe két pohár sört, 2x550 000, oké. Okay. Ugyanez már délután 2x650 volt, vagyis 1003. Aha. Mennyire okos, tehát délután megy a hullám, arra ráülve egy kicsit meglökik az árakat. Mert ugye délelőtt nem söröznek annyian még. Egy akkor 550. Másrészt okay, még nap közben felment a komló ára. De most figyelj, a vendéglátós lennél, nem így csinálnád? Hát nem feltétlenül, szerintem, mert hát lehet, hogy a büféiparban másképp van. De elvileg ő ez egy jogszabálysértés követel, nem? Hát ő szpextel. Hát ő szabja meg az árat. Igen. Látja, hogy jön a kump, kumpon igen. Sokan vannak. Rúg, jó az idő, fogy be fog a sört. Emel fel a bozzaszörpön 800-ról, ezen egy ütt a kump, ezen sokan vannak. Így van, ahogy hívják, a fellépőn áll a Mariska a kis látcsövével, és nézi a kumpot. Menj a vannak! Úgy látom, hogy jó sok a hallor. Akkor tegyeljük meg! Kikapott a kump, jött a kump, ennek jönnek borzasztörpöt inni, vitt fel Júci 1001-re. És Júci onnan, mert rákap a táblára, leviszi, és fölviszi 1001-re. Hát most hát tök ez a három hónap van nekik, igen. Ne sajnáljuk tőlük utána, érted? Szeptembertől májusig. Hát... Vagy csak azt látod, hogy mindig csak az első szám változik. Érted? Csak ott van törlés. Mindig 200 a vége. Csak nem mindig 1000, hanem valamikor 2000, sőt 3200 is. Olvassátok el a Tihany plázsnak a házi rendjét, állítólag nagyon durva, küldjetek el. Jó, ezt láttam én is egyébként, feliratot, ez valaki elküldte, ez tényleg igaz, dínye 100 melon, 110. Külföldi vendég, majd ő megfizeti. Lehet, hogy a sárga dínyére gondolt egyébként, a melon 110, vagy a dínye 100, ugyanaz. Dínye 100. Magyarnak 100, magyarnak 100, annak 110. Így van, nem tanultál meg magyarul, fizes. Ti hogy emeltek, Feri? Ti is ráköptök a táblára? Persze, abszolút, meg a izé. Látjátok, hogy a Zeneakadémián ott koncert van, és akkor tudjátok aznap egy kicsit, akkor jönnek, megugrik a somlói? Meg a nyomtatott izét, nyomtatott étlapon tollal átírod, nyilván. Nem az ára lényeg, hanem hogy mindig legyen beütve a bevétel az online pénztárgépbe. Hmm. Tehát ugye tulajdonképpen ő bármennyire adhatja, aha, délután 600, este 900-ért, azt már nem nézen, csak legyen beütve az online pénztárgépbe. Tisztességtelen piaci magatartás. Írták egyébként fel, hogy nagyon szép most a hétvégi új étlapotok. Ugye? Ugye a délelőtti, a délutáni hétköznap nagyon jó, de igen, főleg de a hétvég most nagyon szépen sikerült. Cserés. Hát most figyelj, Horma egy van, Sziget van. Ne. Csere. Cserés. Csere. Tényleg lenne egy Forma 1 special étlapotok. Van egy hát csomó most, helyen, csak mondom. De nem, egyébként ezt lehetne csak tényleg mondom. Így egy hallgató, ez tök jó, hogy be kéne vezetni a lángososnál, ugyanúgy, mint a Disneylandben, mint a Fast Pass nevezett történetet. Igen? Te vehetsz ezzel egy ilyen lángost, hamarabb megkapod, a szegények várjanak 900-ért, de ha neked Fast Passod van, akkor te kicsit drágábban ugyan megveszed, viszont nem kell sorbálnod. És mindezt egy tejfölös sajtos lángosért. Tejfölös sajtos, karaván sajtos lángosért. Fast Passon beállsz balra, 1001-ért elviszed, most nem ér meg 200 forintot, hogy nekem 16 percet sorbálni. Vagy akkor meg kell állni 900-ért. Akkor 800 év viszed a tömlő sajttal, megkent lángos, de az nem Fast Passos lángos. Ez nem rossz ötlet. Uh-huh. Ez nem rossz ötlet. Igen, meg lenne kapart nutellás, meg lenne frissen bontott nutellás üveg. És a fast passosok mindig a frissen bontottba kapnának. Mindenki más meg hallaná, hogy kapargatják lefele. 5 percig. Azt mondja, hogy igen, Balaton parton egy korsó sör 850 forint, az nem tűnik annyira vészesnek.
Az nem tűnik vészesnek. Hát most egy korsó, igen, hát ez Balatonparton vagy. Mert hozzászoktunk, hogy a Balaton az mindig az volt, hogy de olcsó, jó, finom. Hát, változott. Na írjatok, drága hallgatók, nem csak Balatonon. Ha láttok ilyen egyéni árképzést, hogy ez hogy működik, illetve milyen apró lehúzásokkal próbálják a vendég pénztárcájából, hát hogy is mondjam, kicsalogatni a pénzt. Várunk SMS-eket. Jó, hogy mit tapasztaltak? Velencei tó, Balatonpart, Fertőtó, Tiszató. Tényleg létezik ez, hogy délelőtt a hek, nem tudom, 1001, délután pedig már 1005. Van-e szabad árképzés? Jó, mit látsz? Igen, lehet csak ez, hogy valószínűleg nincs kapás, tudod, friss balatoni hal. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Egyébként egészen konkrétan nincs ilyen, tudjuk. Nem lehet a Balatonból kifogott halat árulni. Miskolc mellett Helyőkereszt úr, Borsodi 200, Hideg 220. Na. Óriási! Igen, az ki kell fizetni a hűtés. Jó. Hideg 220, sima 200. A hűtés az villanyszámlát generál. És megnyugszol, hogy te a hideget kapod 220-ért. Tehát van benne egy ilyen, hogy fú, de jó, legalább kicsi. Szólt, hogy az enyém hideg, inkább kifizetem a többet, kivételezett vagyok, én a hideget kapom 220-ért. Fel sem tűnik egyébként, hogy egy pár, mint 20-30-40 forinttel meg vagy vezetve. Ezt nem hallottam, ez nagyon jó. De van ilyen, hogy sima 200, igen, hideg 220. 220. Micsoda leleményesség, micsoda raffinéria. Hát, imádom. És képzeled ezt ugyanezt mondjuk fagyiban. Igen. Kalipó 450, mélyhűtött 690. Pisztácia 110 forint egy gombóc, ugyanitt hideg pisztácia 220. Fagyi, hideg fagyi. Ha most érted, ki hogy szereti a fagyit? Nem mindenki akar hideg fagyit tenni. Fagyi pohárban. Hát vegye ő meg olcsóbban azt a fagyit. Ugyanaz van benne. Na írjatok, jó, drága hallgatok, 023-111-111, nagyon jó SMS-ek jönnek egyébként, hogy ki mit tapasztalt. Tényleg nem csak Balaton, strandok, vendéglátóegységek, szabastrandok, minden jöhet, jó? Kíváncsiak vagyok. Liszt Ferenc téren is nézzetek körbe. Vendéglátós praktikákat próbáljuk összegyűjteni, hogy tényleg hogyan próbálnak egy picit leleményesen csalni. Jó, hívjuk ezt így. 9:02 jövünk mindjárt az SMS-ekkel. 3.8, hát az már nagy öreg, 3.9 múlt pontosan egy perccel. Budai rakparton délfelé lerobbant egy autó a Margit híd alatt. Lassan dugul vissza, mert kerülgetni kell. Bunkó, köszönjük szépen. Bunkó mindenütt ott van. Bunkó nagyon rendes. Már többször is írt. Nagyon jó fej Bunkó vagy. Igen? Paraszt is írt reggel. Paraszt is jó fej. Bunkó is jó fej. Igen. Jönnek közben az SMS-ek, ugye a különböző árváltozásokról beszélgettünk, és arról, hogy milyen az, amikor azt tapasztalod, hogy délelőtt még ennyibe kerül valami, délután már annyi, akár zöldségesnél, étteremben, Balatonon, Velencei tónál. Megbeszéltük, hogy alapjában nincs ezzel baj, szórakoztató inkább nyilván, ha ki kell fizetned, akkor talán kevésbé, de az, hogy többször is áraznak, ez benne kell. Kereslet kínálat. Nagyon csak azért fura, tehát mit tudom én, délelőtt 9-kor elküldött egy gyereket, hozzon 5 darab ízes palacsintát mondjuk a büféből, és akkor ott van egy ára, aztán elküldöd mondjuk 11-kor, vagy ebédidőbe, akkor meg már másfélszer annyiba kerül. Mert a tőzsdén nem furcsa, hogy délelőtt ennyié veszed az részvényt. Igen, na egyéb valamit ennyiből. Tudom, hogy nem vagytok egy Milás reggelire valaki, jól is van ez így, de legyetek már ennyire penész és kommunisták, hogy a kereslet és kínálat közötti összefüggés egy marshal kereszt ennyire megrémítéteket. Tökéletesen igaza van. Nem mondtuk, hogy baj, inkább jól szórakozunk az SMS-eken, amik jönnek. Hogy... Hát fura, eddig nem volt itthon divat ez, hogy gyorsan átírjuk az ártáblát. Uh-huh. Igen. Egyik vendég sajtos lángos kért, mikor mondtam neki, hogy 6.50, kérnék szépen, akkor felháborodott, mondta, hogy 5.50 van a táblán, 5.50. Ennyi az ár, elfejtettük átírni. Szóltam a főnöknek, odajött, ennyit mondott, sajnáljuk, de most szóltak, hogy felugrott a tejföl árfolyama. Majd most jövök a tovább. Na, szóval, hogyha ki van írva 5.50-ér, akkor nem adhatod 6.50-ér. Dánia Siófok a Skagen, így mondják, Skagen. Remélem, itt bevett szokás a délelőtti ár, ami alacsonyabb, de az esti órákban, ha van zenekar a szórakozó helyen, akkor 22 dán korona a sör, ami egyébként 4 DKK-ból kijön. Júj! Tehát, hogy kicsit ugrik az ár, igen. Ugyanez a boltban, ez 4 koronába kerül, 22. És ha a zenekar van, akkor a 22-es sör az 25-be kerül. A zenekart ki kell fizetni. Ki kell fizetni a zenekart, igen. Csütörtökön voltunk a Mogyoródi Akvarénában, két árlista van kirakva, az egyiken 6.50, a másiken 7.50 a kávé. Kérdezem én, hogy melyik az érvényes, hogy melyik árt kell nézni, a válasz a drágább, mert forma egy van. De miért hagyja kint a régit? Miért nem szedi le akkor? Miért hagyja kint a régit? Két árlista van.
Formájra. A formájról külön ódákat zengtek mindig, meg most is, hogy milyen árak vannak, hogy tényleg hotdog 3000, rántott csirke 3000. Hát gondolom olyan horror a bérleti ár, hogy azt nekik be kell szedni, illetve nyilván a külföldi turisták kifizetik, szerintem erre bazíroznak. Durva, te voltál kint? Igen, 4000 egy rántott húsos szendvics, 3500 a gyros sztál, hamburger 3500, hotdog 3800. Érdekesen váltják ugye a forintot. Nagyon érdekes, tehát a két deci üdítő 800 forint, de ha eurót van, akkor az 3 euró. Az akár, érted? Tehát neked 800, neki 3 euró, az 900 valány forint. Van. Most nem ez arról szól, alapvetően, hogy a magyar állampolgárnak kedvezmények, a magyar állampolgárnak kedvezmények illetik meg a külföldivel szemben. Ja, hogy azért jobb a dolog. Ugyanakkor meg ez mindenütt egy drága iparág, ez a formaegyezés, tehát oké, kincse olcsóbb. Nem, az nem olcsó, a belépő is. Tehát ha már kifizeted azt a belépőt, akkor valószínűleg meg tudod venni. Igen, akkor már tehát nekünk ott, magyar de... szemmel azért az drágának tűnik, de azért tudjuk, hogy az odalátogató turisták 90%-a tényleg, tehát az odalátogató emberek 90%-a külföldi. Nem azt mondom, hogy át kell vágni, de hát nyilván baromi drága a bérleti díj is, nem? Persze. Tehát az, ha a helypénz, amit tudod 3 napért kifizetsz, be kell hoznod. Igen. Melyik állista azért van? Se a Forma 1-es, de hát novemberben. Jaj, is. Kint felejtettük. Igen. Réfülöpön egy étteremben rendeltem 1 liter házi jégkestát, mert szomjas voltam, gondoltam, 1800-ért kicsit drága, de legalábbis házi. Miután kihozták, láttam az italt az előkészítőben, egy liptonos petpalacból töltötték a teát, megspéggelték kicsi citrommal és mentával. Alig éreztem átverve magam, Balázs küldte nekünk. Az csúnya, amikor ezt látod. Így van. Igen. De igen. A menta innen van hátulról a kertből. Igen. Teniszoktatás 6000 óra, ha beszél, ha csak játszik, 4500. Jó, ez mondjuk, ez vicces. Ez jó, igen. De ki az edző, igen, vagy a játékos, ha beszél és ha játszik? Szerintem az edző. Az edző. Hogyha mondja is, hogy mit kell csinálni, az 6000, ha csak játszol vele, az 4500. Igen. Szombaton kezdtük meg az egyhetes nyaralást, Zamárdi, adott márkasör 500 forint per üveg, vasárnap 550. Szóltunk, hogy tegnap még csak 500 volt. Ja, magyarok vagytok, akkor tegnap is, meg ma is csak 500. Jó, műsorszuberek vagytok, pászti küldte nekünk. Hát, igen. Velencei Tóth Dróca már kemping, sátras belépő 1500, az EFOT rátmiszi el, akkor 3000. Csoda. Ezt nem teljesen értem. Van egy kemping nálunk. Sátras belépő 1500, az EFOT-ra átmész éjjel, akkor 3000. Ja. Mit közöttök hozzá, hogy hova megyek és mit csinálok a kempingen kívül? Igen, ami miatt nekem többbe kerül a belépő. Nem lehet, hogy van átjárás a... Nincs. Az EFOT nincs. Nincs. Na de az EFOT-nak van külön kemping. Vagy alacsonyabb a kerítés. És onnan be lehet mászni. És onnan könnyebben át lehet mászni. Megjött a legjobb. Egri strand, úszógumjárus, imádom. Úszógumjárus mellett felirat, úszógumi fújás. Kicsi 200, közepes 300, nagy 500. Szájjal fújja. De. Tök jó. És elkéri az árat, és kérje is el. Hát nem fújunk ingyen úszógumit. Hát szerintem ez szolgáltatás. Érted, hogy a bárra lenne meghatározva fél bár, 500. Igen, milyen kevére akarod. Mi a szolgáltatás? Fújni. Hát ez nem szolgáltatás. Micsoda? Hát azt én gumit az árulok, az is benne, hogy én fel is fújom. Hát többen mennek oda hozzád, igen, hát ez egy érdekes dolog. Hát nekem nem kötelesség. Görögországban például mindenütt volt kompresszor, megkérdezte a csávó, megvetted a gumimatracot, kérdezte, hogy így viszed, vagy fújhatva kéred. Mondtuk nyilván, hogy fújhatva, ingyen fölfújta és vitte. És azért ugyanis ki volt téve, hogy ő fölfújja a matracot, ha kéred. Aha. Hát többen mentek hozzá. Pumpa, bicikli pumpa 200, lábbal fújós 350, kompresszor 500. Mert az gyors. Igen. Zalakaros fürdő, délelőtt 10-kor 2 jeges kávé 900, délután 4-kor ugyanez 2270. Mondjuk ott ugrott egyet. Azért ott léptünk egyet. Ott léptünk egyet, érdekes volt, igen. Portugáliában voltunk, ki volt írva, hogy 1 kávé 1 euró. Tejet is kérsz? 1,5 euró. Cukrot is? 2 euró. Barna cukora? 2,2. Laktózmentes tejjel? 2,5. Megcsinálod magadnak? Így lett a 2 kávéból 2 euró helyett 5. Hát ez mint egy fapados helyfoglalás, jó, nem? Na. Ülni is akarsz? Csomagodat is akarod vinni? Ne adj Isten, a családtagod mellett akarsz ülni? Ne adj Isten, aztán érted, még nem tudom, mit akarsz. Hát akkor gyorsan az már nem 13 000, igen. Tihanyban ittam egy levendula sört. Erre kaptam egy csapol sört, amihez hozzáadott, adtak levendula szörpöt. Mindez 8900 forintért. Oké, küldte neki. Hát jobb, mint hogyha mosogató szer lett volna a levendulás. Szombaton voltam Siófokon, a hirdető táblán bolognai penne 1200 volt. Beültünk, rendelek, erre a menüben már 2004. Hát inflálódik, hát azért az mire beülsz, mire leülsz, azt meg kell akkor melegi. Ha csak ránézel, 1200. Ja. Ha meg is akarod venni, hát azt meg kell melegíteni, hát az fogy a gáz, hát azért az nem olyan.
Nem olyan egyszerű egyébként, igen. De sokan írják, szóval sokféle árváltozás van. Egyébként Tihanyban ittunk délőtt, igen, az két pohár sör 2x550, ugyanez már 2x650 délután. Szóval ez a szabad árváltozás, ezzel nincs baj. Ez a marsal kereszt. És megjött a legjobb, igen. Az egri sztorival kapcsolatosan, amit olvastál, hogy nem is árul matracot, csak a fújás van nála. Hogy ő nem árulkozó. Ott ül a kompresszor, és fújás van. Megőrülsz, de jó. Csak fújás. Sávó kiment, vett egy kompresszoros pumpát, leült, kibérelt egy nyugágyat, vagy egy széket, leült, és azt mondta, mit akar árulni, semmit, én fújok. Aha. Megvette 3 hónapra a széket, a helyet, így és van. Ő fúj, nagy és 500-ért fúj. 200, 500, 800, hát attól függ, mekkorát kell fújni. Micsoda élelmes ember. Az Amádéban a kicsi 500, 1000 a nagy, és igen. Az a Lánchídon 3 decil, Lánchíd alatt, Pesten Lánchíd alatt a 3 deciliter limonádi 500 forint, mondom, kérek 2-t, azt mondja 600. Hogy mondom, mi? Magyarokat nem húzok le, ez volt a válasz. De rendes. Ez egyébként rendes, igen. Legyen jó, kínai volt, Laci küldte, azt mondja, hogy akció 8000, próba nélkül 4500. Mennyire mert jó. Próbálod nem? Kiderül, hogy nem megy, vagy nem működik, vagy nem jó rád. Kicsi, nagy, vagy érted, szétszakad rajtad. De 4500-ért érted, mintha zsákba macskát venni. Ilyen kompresszoros csávot Egerben imádom. Azt nagyon jó. Meg kéne találni, hogy föl kéne hívni. Valaki menjen oda, adjon neki egy mobiltelefont, hogy keressük. Ül egy nyugágyon a csávó, érted, és fújja a matracot. Akkor elviszem egy kútra, aztán ott fölpumpálom. Csak szalókon van kút. Szemétégető mögött szakszi, erről is kaptunk SMS-t, köszönjük szépen. Hogy adják? Igen. Igen. És ott hogy van? Szemben az égetővel, vagy háttal az égetőnek? Hát az nem mind egyébként, igen. Igen. Óvis kirándulás, elfogyott a limonádénk, csapból kénes víz folyik ihatatlan, 2 üveg Szent Királyi 1500. Hát, aha. Ugye ott? Nagyobb. Igen. Nagyobb a kereset, abban kénes a pillanatban megy. Kénes víz, gyógyvíz. Igen, lelén voltunk családdal, apámmal kértünk a Molonál 2 csapolcsört, 3002. 2 csapolcsörér? A sör, igen, olyan sör volt egyébként, ami az életében még csak komlót se látott, valahogy azt összerakták neki, igen, összerakták neki. Na jól van. Azt mondja, kérnék szépen egy gyrosz 1250, egy gyrosz lesz 1850, Velencei Tó Kristóf. Ez légy, igen? Te tapasztalod ezt? Ott, hogy mire kikér? Semmi, hogy kérek egy gyrosz 1250, nem tudom, egy gyrosz lesz 1850, tehát hogy ugrott az ár 500 forintot, ez nem jellemző azért, nem? Hát, nincs nem, mert pont a fordulóban volt ott. Tehát, hogy amikor fordult az ár, hát igen. Igen, akkor gyorsan átrajzolták, igen. Csillaghegyi fürdőbe elmentünk, már a 37 fok kis naival oda mentem, kértem egy dobozos soproni, kislány mutatja a terminált, 1200 forint. Oh. 1200 forint egy dobozos. 3 deci soproni ér? Drága. Hát az eléggé. Igen. Most kapcsolódtam be, 200 a fújatás hol van? Kérdezi Robika. Eger, kerest. Az a baj, hogy ez az egri strandon. Ez az egri strandon történik. Fújatás, Robika, gépi. Jó, imádjuk, az egri csávót imádjuk. Kíváncsiak, mennyi volt a helypénz. Micsoda piaci rés talált meg. Érted, hogy ott ült otthon a kiskonyhába anyával, te anya, mit csinálunk a nyáron? Fújás. Fújunk. Fújás. Kedvencem kínai piac, fehér zokni minden színben, 1 darab 300, 5 darab 1500. Fehér zokni minden színben. Fehér zokni minden színben. Már itt jó a sztori. Hogy van, 1 darab 3? 300, 5 darab 1500. Hát ugye. Az nem nagy kedvezmény. Az nem nagy kedvezmény. Azt kell, hogy mondjam. Nem adott túl sok kedvezményt. 1 darab 300, 5 darab 1500? Igen. Hát, az nálunk is annyi, nem csak Kínában. Tudod, hányan mennek erre rá, mert szerintem nem gondolod át. Azt mondod, hogy de jó, 5 darab 1500. Hú, 5 darab 1500. Igen. Ne egyet vegyél azt, hogy vegyünk egyből 5500. Hát egy 300 nem éri meg, ha vegyél 5500-ért. Megveszed. Kis kínai, milyen rafkós. Hogy beírta? 1 darab 300, 5 darab 1500. És viszik, mint a cukrot. Nagyon jó. Mólinak egy ilyen klasszikus sztori, a szintén kínai piacot, táskát akartak venni. Táska mennyibe kerül? Minden táska 2000, fekete 2005. Ez megtörtént velük. Jó, hát amire rámutatsz, az azonnal ugrik kicsit. Minden táska 2000, fekete 2005. Az nagyon tetszik, az tetszik ez a lira is. 3002. Ők a legnagyobb. Figyelj, hát ők rutinból csinálják. Ezt azonnal reagálnak arra, érted. Kereslet. Na. Van kereslet, érted. Már föl is szökött az érdeklődik, értem. Szóval Janko írja, Dunaföldvár lángos, sima 7,50, fokhagymás 8,50, egy-egy csesnyi fokhagyma 100 forint.
Na, ilyet még nem láttam. Egy ecsetnyi fokhagymás. Az egy százas? Húzás az egy százas. De hát nem, te kened. Hozzás helyeken az úgy volt, hát úgy volt, hogy te kented. Ki van téged, rakva, és akkor kened magadnak. Befőttes üveg, azt kened, ameddig nem szégyelled, és ameddig jó lesik. Most náluk a béket, amit bele lehetne tunkolni, érted, a befőttes üvegbe, ott nem szólnám. Hát persze, az azért van kitéve. Érted. Egy ecsetnyi, 100 forint. Érted. Szegeden egy CVA-nál ki volt éve a pulthoz, egy kóla akciósan 199 forint. Kértem, hozott a hűtőből, 440-et kérte kettőért. Amikor kérdeztem, hogy ez hogy lett ennyi, azt mondta, hogy az akció csak arra az egy dobozra vonatkozott. A második már nem. Te tök jó volt. Igen, ez egy nap múlva lejár. Ez sajnos, ez csak ez egy volt akciós. A kettő az már 440. Nagyon jó egyébként. Na jó van, köszi az SMS-eket, hát szeretjük. Egri csávónak üzenem részesedésért körbejárok gombostűvel. Lacika írta Egerből. Ügyes. Jó, az jó biznisz, jó biznisz. De jó lenne őt megszólaltatni. Szóljatok már neki tényleg, ha Egerben vagytok, hallgattok bennünket, Strangor, hogy keressük. Van. Keressük őt. A fújatóst. A fújatóst az Egri strandról hát, keressük. Aki, mert sokan fújatnak, de aki nem árul semmit, igen. Csak a fújatás. Semmit nem árul, ott ül az Egri strandon egy kempingszékkel, és fújja a matracot. Így van. Kicsit 300, nagyot 500. Gabi bácsi, Pumpet Gábort. Keressük. Akarunk vele beszélni. Ő a legnagyobb forma. Na Istenem, na jó van, jövünk mindjárt, jó? Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek el nekünk. Mi helyzet az M3-oson? Kaptunk új információt? Van valamink? Semmi? Azt, hogy egy... Elindult a forgalom? Nagy a dugó? Ott volt egy nagyon nagy baleset, ugye Pest felé az 50 akárhányos kilométernél. Járható. Azt mondja, hogy torlódás már nem jelentős, és hogy minden forgalmi sáv járható. Aha, mert hogy vége van a helyszínelésnek. Elhárították. Jó van. 2 perc van, 9 óra, itt vagyunk mindjárt érek után. Ez pontosan egy perc szóló. Mindenkinek jó reggelt, drága hallgatók, hármasugrásra már lehet jelentkezni, ha valaki szeretne egy szép ajándékcsomagot nyerni tőlünk, akkor hajrá, lerobbant egy busz a gyorsforgalmi kivezetén a Köki után, a felüljáron a kanyarban, hamarosan dugó, valamint a Szentendéről az Árpád hídra a felhajtón, ebben a pillanatban ment össze két szaki, eddig is dugó volt, de ez most totál bedurvul, úgyhogy olyan vigyázzon mindenki. Itt állok Gyöngyös után, kb. 10 perc az M3-as autópályán, megindult a forgalom, vagy nem. Segítsetek. Hát elvileg megindult. Meg, azt olvastuk, hogy igen, megindult. Igen, 13-15 kilométeres dugó, azt mire te is elindulsz a 13. kilométernél, az még egy óra. Igen. Igen. Úgyhogy ott nagyon nagy baleset volt mentőhelikopterrel mindennel együtt, viszont tényleg elindult a forgalom, csak hogy Feri is mondta. Az még ott lassú lesz. Milyen időnk lesz? Jó, nagyszerű, napos, szép, nyári, augusztusi. Egész... Kivéve, ahol nem. Egész nyáron? Vagy hát egész augusztusban? Nekem csak ilyen egy heteset hoz mindig a zsűl. Ebbe az van, hogy végig szép 30 fok körüli hőmérséklet. Hajnalban kicsit hűvösebb 12-14. Akkor ezt megtámogatjuk. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Europe Assistance és az autosos.hu a gondtalan utazás szakértője. Feri mondta, hogy milyen idő lesz délután. Este felé Zágrában. Holnap Dinamo Zágráb, Ferencváros BL selejtező. Átkutya fáját. Hát hoppá. Mindegy, hogy milyen az idő, nem? Nem, hát... Hogy vagyunk BL selejtezőben? Jók vagyunk? Ne, jók. Jók? Hát eddig még. Hát eddig még? Előtte vagyunk, igen, most... igen. Tehát, hogy jó. Jó, szurkolunk a Fradinak egyébként, ahogy nagyon szurkoltunk természetesen az Európa Ligában a videót annak is, hiszen mégiscsak a mi kutyán kölkéről van szó, ugye? Mégiscsak egy patinás magyar csapatról. És hát aztán sajnos jött a vadúz. Sajnos jött. Ki? Mit tud a vadúz? Ki az a vadúz? Meg tudja verni a videóton. Hát a vadúz? Hogy kérdezed ilyen? Én nem ismerem őket, nem mondom őszintén. Kapjuk a fejünket a vadúzra? Mégiscsak másodosztály Liechtenstein. Egy liechtensteini másodosztályú csapattal gyűlt meg a baja a Vidinek? Bizony. Kettő egy lett a vége, és hát... Öngollal. Hát nem, emberelőnyben volt ráadásul a videóton a végén is. De. Na hát így alakult, na, most, na. Nem állt meglepte össze őket, úgy a csapat. Meglepte hogy őket. Hogy kint játszottunk? Mm-hmm. Akkor az időeltolódás. De ez a Liechtensteini csapat, ez olyan, hogy a bútoros, a festő, az idegenvezető. Hát a másodosztály nem, sajnos, és ez asztalos? Nem, tehát sajnos nagyjából az így van, Liechtensteinben ennyi szakmát nem képviselnek, mert nincsenek annyi. De akkor ők se profik, tehát hogy nem, ugye nem ebből élnek valószínűleg. És mennyire kaptunk ki? 2-1 lett? 2-1 lett a vége. És akkor ennek itt a vége, vagy 2-1. Ebből még van valami? Hát ez sajnos, ez így ennyi. Akkor így most nem erre az évre így alakult.
Úgyhogy picit a vadúznak a menedzsere úgy érezte, hogy van egy kis nagy képűség így a videóton a játékosai részéről, egészen konkrétan úgy fogalmazott, hogy életében találkozott még ekkor a Snob csapattal. Sem a viselkedés, sem a nyilatkozatok alapján. Mármint ami a vidit illeti? Hát igen, hogy egy picit hiányolta belőlük a visszafogottságot így szerénység tekintetében. De ez meccs után volt a nyilatkozat, vagy meccs előtt? Én azt gondolom, hogy... Hogy előtte. Azt mondják, a svájci másodosztály egyébként. Svájci másodosztály. Vaduz. Vaduz, tudomásom szerint Liechtenstein fővárosa. De hát akkor a svájci másodosztályban játszik maga a csapat. Aha. Igen, aha. Tehát a svájci másodosztályban. Na, egész, az egész más. Igen, a svájci másodosztályban játszanak. Akkor viszont tisztes helytállás. És a svájci másodosztály, ez egyébként nagyon kemény. Tehát igen, azért mondják azt hozzá, hogy az nagyon kemény, igen, a svájci másodosztály. Igen. És akkor egy meccs kikapnak, és véges, egy visszavágós, és semmi, csak ilyen rövid. Hát, nincs itt visszavágó. Nem, hát ez volt a visszavágó. Ja, ez volt a visszavágó. Persze, mert itthon 1-0 volt. Mi nyertünk 1-0-ra? Na, akkor ami... meg mit vagy úgy oda, egyszer jók vagyunk egyszer, meg nem állt úgy össze a dolog. Ja. Taktikai mellényúlás, időeltolódás. Így van. Meg hát ugye nyilván itt a költségvetésbeli különbségek is azért megvoltak. Ezt most hagyjuk, hogy kinek a javán. Nyilván svájci csapat akkor rohadt sok pénzt kap. Úgy van. Tudod, úgy Svájcban van, minden arany. Ja, az. De tőle azért nem rándul görcsbe a gyomrom, hogy a svájci másodosztály görcsbe kéne. Erős a svájci másodosztály. Tehát azért ez úgy... Nem, hát azért ez egy vidinek hozni kéne. Hát mégiscsak úgy azért érzed? A patinás vidi, hát azért a MOL vidi, nem? Hát ott nagy nevek vannak, mint például a Garaba, Diesel, Kipri. Kik van? Én nem tudom, kik vannak a vidiben, de a magyar futballban azért annyira nem vagyok. Bocsássátok meg nekünk ezt nem tudom. Nem tudom. Hát figyelj, Kovács Kádán. Ja, hát akkor persze, de hülye vagyok. Hát Huszti Szabolcs nevét te is ismered. Hát a Huszti játszik ott, hát a Husztit ismerem. Így van. Ő most jött haza külföldön, nem olyan rég. Nem, ő külföldön volt. Nyaralni volt, persze. Igen, nem külföldön. Horvátoknál. Bajnokságban játszott. Ott van a Tao is, ja, más, Kovács István. A Tao hát, már hogy... nincs ott, illetve... És Kiprik Jóska ott van még? Éppen csinálta. Diszl Peti? Ha, igen, ő véd? Keller? A Diszl Peti véd? Nem? Nem. Döme? Nem. Döme sincs? Nem. Most kell már Döme se? Hol ragadtam én le, gyerekek? Hát komolyan a Garabak. Hát most gondold el, érted? A Garabák sincs. Garaba sincsen. Hát most akkor hogy van ez? De akkor miért nincsen? Akkor ki játszik? Ki focizik egyáltalán mostában? Törő. Ja, ő sem. És akkor most vége, kiestünk, mondj valami biztatot, akkor mi lesz a Fradiban? Hajrá, srácok, jövőre. Nincs tovább? Mi? A Vidinek? Nincs. Másik sportot kell választani. Volt. De azt mondják, hogy holnap a horvátok fázni fognak, mert hogy -3 lesz. Ráfázni. Ja, Isten. Hát ez... Na. Jó van, na. Viszont, kim verték el a port emiatt, hogy ki járt a legrosszabbul ezzel az egésszel? A kaposvári Rákóczi, ja. Most látom, hogy 4-2-re megvert őket a Vidi. Azt hittem a Salai is annyi. Salai sincs már? Mit? Salai sincs már? Salai? Salai nem játszik már? Hát most, na, és mit csináljunk? Én itt álltam meg, nincs már? Salai sincs. Nem, képzeld, hogy nem. Visszavonult? Vagy nem. Komolyan mondom. Most mit csináljak, érted? Viszont, most nem vagyok meg biztos, de szerintem Telekmanci még toj. Eszerházi sincs? De hogy nem. Szeretnél cukrászába. Fertőn tolja most. Ja, Istenem. De írják a hallgatók, hogy nagy előrelépés volt, mert 2006-ban a Vaduz az Újpestet 4-0-ra verte meg, na. És most már csak 2-0 vagy 2-1. Így van, de az Újpesten sem tudott elmenni. Mert más dolga van. Hát most, na, így alakult. Érte? Nem, az van egyébként, hogy gyakorlatilag senkit nem becsülhetünk alá. Ennyi. Mindenki ellen felkészíti magunkat. Ennyi. Érted? Sose lehet tudni. Ez barátságos meccs volt, nem? Nem volt tétje. Hát nem, mert érted, azért sírtak a végén. Tehát, hogy akkor döntetlennek kellett volna. Ez igazán barátságos meccs, a döntetlen. Te is tudod. Amikor előzékenyen megengeded a másiknak, hogy ő is rúgjon egy gólt. Azt kérdezik, hogy felbomlott a Kiprik Vince Plótár tengely? Ez felbomlott? Na, most képzeld el. Hát akkor milyen világ ez? Megborult. Is megborult. Érted? Kiprik Vince Plótár tengely, akkor mit fogunk itt csinálni? Á, Istenem. Na jó. Játszunk egy jó kis hármasugrást, én azt mondom, erre a nagy ijegységre. Kovács Kálmán, ő se volt ott? Nem volt, de most ő nem. Ha már senki nem focizik, akkor én nem nézem ezt így. Hát akkor ki? De akkor ki focizik? De a Kovács ki 2 kezem? Még ott van. A K2. K2 még ott van. Hallottátok egyébként, hogy hazajöttek a hegymászók? Bizony. Igen. Igen, hallottunk. Megérkeztek. Azért ez egy nagy dolog.
Pisont Pista a le... Ja, nem. Nem, az. Nem, ugye, hogy a magyar hegymászok. Persze, ugye felmásztak a K2 régen. Illetve egyikük. Igen. Hát amikor Klein Dávid megtudta, hogy 10 méteren utazik a repülő, akkor nem akart felszállni elsőre, mert annyira megijedt a magasságtól, de utána altatásba felrakták a gépre. Így tudták csak elérni az utazási sebességet, a 10.000 méter. Jó, rohadékoskodom, csak rohadékoskodom, azért ez akkor is egy nagy dolog. Ez akkor is egy nagy dolog. Persze. Én már drukkolok a Klein Dávidnak is egyébként, hogy jussunk fel, legalább egy vizerre. 11.000 méteres magasságra jusson már fel. De Suhajda azért az viszont ott mind volt. A kettők előtt le a kalappal, van, azért... első magyarként oxigénpalack nélkül feljutott a K2-re, a legnehezebben más. Igen, pont ezt olvastam, hogy ráadásul sokkal nehezebb, mint az Everest. Tehát ugye a turisták oda mennek tényleg már a félszemű kínai féllába, a hátizsákkal, maszk nélkül, kislányal a kezébe, nagymama urnájával, már mindenki felmegy az Everestre. Félszemű kínai féllábbal, kész egy feles, nem van belőle elég. Expedíciók felviszik úgy, ahogy van, lehozzák, érted, nagymama 86 évesen négyszer járta meg az Everestet, de hogy ez a K2, ez ugye 200 méter van a két csúcs között, de magasságban, van, de hogy sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb. Igen. És ez nem egy ilyen kereskedelmi expedíció volt ráadásul. Igen. Gratulál. Meg is érdemli a Szilárd. Igen. De egyébként ez többek között azért hívja, hogy hallgatom, mert így Klein Dávid felért Ferihegyre. Csak egy jegy. Igazán rohadékok volt. Komolyan mondom, álljatok le. Álla. Jó? Álljatok le. Na jó, azért még küldtetek egyet-kettőt. Itt van a hallgatónk, halló, jó reggelt. Hello, sziasztok. Hello. Szia. Hello. Norbi vagyok. Hello. Norbi? Na, Norbi. Hát Norbi. Igen, igen. Norbi, honnan hívtál minket? Kiskunfélegyházáról. Kiskunfélegyházáról, és mit csinálsz arra? Esztergályos vagyok, itt jó pár kollégámmal együtt. CNC? CNC-t nyomod? Nem, hát van itt egy NCG-t, és igen, de CNC-t itt pont nincs, de hagyományos gépek vannak. Hát akkor ők tudnak majd segíteni neked. Igen, hát a cél. Hát, és ki van még ott rajtad kívül? Laci, munkatársam, Gergő, meg Dani. Ó, hát akkor ez egy erős csapat lesz, ez egy erős csapat lesz, na figyeljetek. Dani nem lehet bedarálni. Persze, Dani nem darálja be akárki. Melyik filmes karaktert alakított a Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan? Ki ez a filmes karakter? Melyik James Bond? Tessék? James Bond. James Bond, így van. Én Edmundot értettem. Nagy sikeres sorozat volt Edmund. Menjünk tovább? Igen, igen. Melyik kontinensen őshonosak a két pupu tevék? Úgy alapvetően van ez a két kiszerelés. Na, az de jó vagy, így van. Így van. Á, jó, esztergályos, tud mindent. Így van. Jó választ mondott? Nem mondtam semmit. A búga fülemben, bár valamilyen gép ott búga fülemben. Menjünk tovább, Bögréért, Balázsékos Bögréért. Igen, megyünk. Na figyelj, hogy nevezték a Szovjetunió 1991-ben megszűnt állambiztonsági szervezetét? KGB. Ki volt ez? Dani vagy Cecília? Ki volt ez? Ennyire okos? Laci. Laci minden okos. Laci minden okos. Én tudtam, hogy egyikükre lehet számítani. Így van. Balázsékos ajándékcsomaga jutalmatok, küldjük nektek. Jó? Rendben, köszönjük szépen. Ciao, köszi. Hello, sziasztok. Kérdez egy hallgató, és igaza van egyébként, hogy mi lesz előbb szerintetek? Mi lesz hamarabb? Vidi az Európa Ligába, vagy Klein Dávid a Monteveresten? Tehát mi lesz hamarabb? Nem kérsz keveset, hogy aha, ezt megmondjuk. Ha meg kéne tippelni. Ezt X-re lehet venni? Ugyanabban az évben jutnak a csúcsra, mi? Abszolút lehet. Így elfogadható az X. Elfogadható az X. Minden mellett egyébként mi nagyon drukkolunk a Dávidnak, többször beszéltünk vele adásban, és nagyon mellette vagyunk. És a következő expedíció mellett, nem? Uh-huh. Nagyon támogatjuk. Igen. És a Védinak is nagyon szurkolunk. Bár most mondjuk szerintem az a megszüntetik az OK és képzéseket. Tehát egy új szakmát, mert nem nagyon tudnak, hogy... Szerintem OK és focista. Gyerekek, jövő héten megy az a kis ballonunk. Oh, igen? A Balázsék Space projekt. Úgy néz ki, hogy hétfőn indulunk. Hétfőn fölbocsátjuk. Tehetünk bele még egy Klein Dávid képet. Szokja a magasságot. Felküldjük. Az a baj, hogy nem jut akkor messzire.
Rosszul menni. Igen, hát tegyük bele. Hát most a lángos mellé elfér. De hogy hétfőn fölbocsátjuk egyébként. Az jó, már folyik a nyálom. Feri, csinálja majd. Eljönnek, hogy hétfőn neki szaladunk. Mit kértek? Sajtos tejfölöset? A sajtos tejfölöset csinálják. Jó sok fokhagymással indul a Balázsék Space Project. Így van. Menü. Felbocsátjuk a stratoszférába, vagy még annál is magasabbra. Mit tudom én hova, mert nem figyeltem biológiára, az ionoszférába. Jaj, te, a kis... semmiből se vadulsz. A kis meteorológiai léggömbünket innen a teraszról NASA-t meghazudtoló űrtechnológiával fellőjük annyira... a magyarság egyik fontos jelképét, a sajtos tejfölös lángost. Aha. Elmegyünk 15-20 kilométeres magasságba, GoPro képet látunk, és aztán majd valahol rászakad egy encsi paraszthátra. Beszakítja, beszakítja Mani néni túrosvétesét. Amennyire magunkat is mondjuk, simán tudom kézzelni, hogy feleresztjük, és utána pedig ilyen 100 méteren itt jön majd keresztbe, vagy egy hogy hívják, egy helikopter, egy polisz felé helikopter tovább. A lángos csapatokban. Vissza le, vagy csapatokban. Na, jó lesz az, jó lesz az. Ezt le kell adni előre, ugye a felbocsátás időpontját, helyét, helyszínét, GPS koordinátáit, hogy az utas szállítók is számítsanak rá. Ez viszonylag gyorsan emelkedik, tehát rövid idő alatt keresztezi ugye ez a légteret. És hát élőképpel, GoPro kamerákkal, live-val, mindennel együtt felbocsátjuk a kis meteorológiai léggömbünket. Kíváncsiak vagyunk. Jó. Küldjük a sajtos tejfölös lángost az űrbe, az még nem volt. Legyen. Úgyhogy ha minden igaz, akkor egy hét múlva indítjuk a kis űrkapszulát lexikével. Jó, legyen lesz valami... Lexike? Legyen valami... Lexike lesz? Hát Lexikét kapcsoljuk, persze, hát kapcsoljuk Lexikét. Most még pihen Lexike, szabadságon van, de hétfőn feljövjük Lexikét, hogy ott van-e már az űrkapszulában. És kommentálja az eseményt. Nem tudom, hogy lehet, hogy még alszik, de most alszik még. Alszik még. Érzem a torkában. De azért én próbálom meg a Lexikét. Lexike, mit szólsz ahhoz, hogy jövő héten indítjuk az űrkapszulát? Tomi, hagyjál már aludni. Lexike egy kicsit be van ragadva, mert tegnap Enrico Palazzo koncerten volt Révfülöpön, és ezért egy picit bereket, mert nagyon énekelt az Enrico. Sokat énekelt az Enrico Palazzo. Jössze jövő hétfőn a fellövése. Ott leszek. Számíthatsz rám, Tomi. Nagyon jó, akkor tehát számíthatunk. Lexike is. Visszafekszünk. Feküdj vissza még, Lexike. Mit pihenj rá. Megint túltoltad a vörösboros kólát? Igen. És a héli. És a héliumot? Igen. Illetve, hogy hallom hangodat, volt egy cida is a tojtói WC mellett. Én is félrenyeltem. A orromba ment. Igen, mondtam, hogy vigyázz a tojtói WC mögött, és mi történik, mert a fesztiválokon a tojtói WC mögött az nagyon veszélyes. Az nagyon veszélyes. Na jó, látni fogjuk, hogy a föld lapos vagy nem lapos? Látni. Hát az megsemmisítő ütést mérünk a lapos föld hívók meglehetősen elvakult szektájára? Megmutatjuk majd nekik a görbületet, így fogjuk látni? A feledés homályába küldjük vissza őket. Porigalázzuk érveinkkel őket? Ha profik vagyunk, lehet akkor mondani. Olyan képet tudunk csinálni, hogy látszik a lángos görbülete és a föld görbülete is. Na? És akkor nesze neked lapos föld. Ennyi, akkor szétzúztuk őket. Akkor nesze neked lapos föld. Nesze neked lapos föld felkiáltással. Indítjuk el majd akkor a Balázsék Space Projectet. Nem titkolt szándékunk és célunk az, hogy valójában megsemmisítsük őket, nem? Igen, egy kameraképpel. NNLF projekt, vagyis a nesze neked lapos. Várom, én kíváncsi vagyok, hozd be Somát is. Ja? Nem tudod a jövét? Én behozom, Benni, megvan ezekért a jövő. Hát azért itt az egy, fel, ezért egy ilyen... Nem most akartam mondani, hogy csináljuk hozzá extrát is. Dehogy is. Béka idehozza, hogy 8-kor indítjuk. Így van. Elbandázni kellnek felkelnie, nem kell felkelteni, hogy már hozza ide, mint közben. Vagy este már beteszem a kocsiba, hadd aludj. Az de elbandáznak itt Bennyvel, elbandáznak. Én behozom biztos, hát a Benny megvan ezekért a csillagászos, meteorológiai és léggömbös, lapos földes dolgokért, ő őrül egyébként. Azt mondják, hogy bármit csinálunk a GoPro-nak, ők nem hisznek. Lehet rá előre felvenni bármit. Csíkosszatyorban lesz a lángos? Az, abba. Kicsi csíkosszatyorban teszünk? Persze, az a profi, az magyar, tudod. Kék-fehér. Akkor ne fedeles kosárba? Van. Hát a fedeles kosár szerintem még magyarabb lenne. Ő Lexikének szóljunk, ezért ő lesz a Space Project kommentátora, tehát azért szóljunk Lexikének, jó? Igen? Hogy készüljön a hétfőre. És iszítsa a hangját, jó? Jó, nézést járni fog egész hétvégén. Kamillázzon. Fél tíz múlt, egy perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Na itt vagyunk, 3-4-10 lesz, pontosan 7 perc, múlva M3-as pálya, 64-es szerelvény, megint baleset. Budapest irányában 5 kilométeres a sor, ez még lehet akkor ugyanaz. Hát gyerekek, ott még mindig zajlik. Nem, valaki, mert az az 50, valaki írta, hogy van még egy.
Tehát, hogy még föl se oldódott abból a dugó, ami volt hajnalban. Már lett egy másik? És lett egy másik. Igen. A magyar nagydíjra szeretnék egyet nyerni, imádom a Forma 1-et, küldte valaki. Lehet. Igen, lesz lehet. Egyébként. Nem Smiley-el elküldte, az is elképzelhető, hogy kicsit későn ébredt. De lesz, szerintem jövőre tervezünk újra együtt dolgozni. Egyértelműen. Akkor a Ringel és a magyar nagydíjjal, úgyhogy szerintünk lesz. De nagyon, ha komoly, nagyon szeretem, ha vicc, akkor meg jót rögtem. Vagy viszonylag korán nekifut, mint a Havasi Balázs. Ugye a karácsonyi koncerten. Egyébként, lehet, hogy a 2020-as magyar nagydíjra gondolt egyébként. Igen. Simán lehet. Igen, igen. A nagy sikere való tekintettel. Igen. Ó, Istenem, gyerekek, hát akkor mutatjuk a nap legjobb pillanatait, már csak ez a feladatunk maradt hátra, ugye? Megsirattuk a Vidit. Szegények. Megsüvegeltük a Vadúszt. Hófehérvár, ne vidízzél itt. Mit? Már hogy hívják? Ja, már Molvidi, nem Molvidi, Molvidi, ez a jó, nem? Nem, most már megint videóton. Igen? Aha. Nem vagyok, le vagyok maradva valamiről? Igen? Hát, tudod, persze. Hát, te is nagyon jól tudod, hogy az ott a egy-két játékos is visszavonult, akiben nagyon hittél, nagyon bíztál. Ja, még 80 volt. Ez óriási csalódás. Ez tényleg óriási csalódás. Molfehérvár FC. Hát akkor az Molvidi továbbra is. Nem, Molfehérvár FC. Mert a Vidi az egy hivatalos elnevezés volt, most már nincs benne. Igen. És most Molfehérvár. Az most nincs. Viszont ez azért jó, mert hogyha megint fognak majd változtatni, akkor majd így egy másik csapatnak fogják elkönyvelni ezt a 2-1-es. A Vadúz elleni nagyon szép eredmény. De most érted, egyszer a Vadúznak is kijött a lépés, túl szigorú vagy. Így van, egyszer. Még de egyszer hallottad, jönne. Hogy az UTA ellen is kijött neki annak idején. Igen. Na Istenem. Na jó, hát ha nincsenek már ott a kedvenc játékosaim, akkor... Nem is szurkolsz neki. Én nem szurkolok, komolyan mondom. Jönnek a nap legjobb pillanatai, akkor ennyit tudok mondani. Jó? Jó. Legyen így. Jó, legyen. Nagy szomorúságodba ad le a legjobb pillanatokat. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. A gyorsan változó árakról beszélgettünk, ami nem is feltétlen biztos, hogy baj. Ugye nagyon sok portál szedi ilyenkor össze, hogy miféle kis turpisságok vannak a különböző vendéglátó egységeken. Kerthelyiségek, kiülők, balatoni, velencei éttermek. És mi is vártunk hallgatói tapasztalatokat arról, hogy ki mit tapasztalt. Egészen szórakoztató SMS-ek jöttek délelőtti árakról, délutáni árakról, kézzel áthúzott, szabadon bemondott árakról, ami nem azt jelenti, hogy a Balaton ne virágozza, nem azt jelenti, hogy nem lennének jó helyek, ne lennének becsületes vendéglátók, csak hát nyár van, kereslet, kínálat, igen. Ugye, hát így nyilván vannak hát a délelőtti, a délutáni. Szempont. Az esti árak, nincs így ezzel baj. Esősár, napfényes így ár. Van forma egy, nincs forma egy. Igen, igen. Nagyon jó SMS-eket szedtünk össze arról, hogy hogyan változnak az árak, de nem csak tényleg Balatonon, hanem akár csúszdaparkokban, fürdőhelyeken, és mindenhol, ahol lehet enni, inni. Ez az egyik témák. A másik pedig Anna megjönni Amerikából 3 hét után, kicsit törni magyar, és beszámolni nekünk, milyen volt Amerika. Orlando, Miami, Key West. You know. Igen. És Universal Park. És hát 3 hetet töltött Amerikában, gyerekek. Először Anna Amerikában volt. Ez nagy dolog azért. Ebből 2 hetet az immigrationnél. Igen. De nem, tényleg azért, tehát bebizonyosodott a megszállás után. Jó ötlet volt, Amerika jó ötlet volt a Providen. Igen. Tehát, hogy ez abszolút teljesen egyértelmű. 5 év alatt visszafizetitek. 5 év alatt ezt most nyögik majd, ezt az amerikai utat. Na, de micsoda élmények, érted? Ezt minden pénzt megér. Igazából annyi élmény, hogy nehéz is elmondani. Tehát tényleg, amikor annyi élmény ér, hogy nem is tudod, hogy mibe kezdje, kiderült, hogy Anna lejegyzetelte magának, hogy milyen élmények érték őt. De hát már egy magyar, ha kitéved először Amerikában, akkor már ugye a Miami reptéren az autókölcsönzőnél elkeveredik. Olyan méretek, olyan autók. Igen. Micsoda kalandok. Na, jönnek a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Milyen, amikor az ember leszáll egy csomó filmhelyszínen, látod, 30-40 évig nézed, irigyked. És kibontjátok az első kolbászos solett konzervet. Nem bontjátok. Dugod a kis Miami hotelbe, a kis villanyrezsódat. Én, amikor leszálltam először Amerikában, úgy elérzékenyül. Az van, hogy úgy, atya úristen, itt vagyok. Azon a helyen, amiről olvastam, hallottam, láttam filmekben, mindenki mesélt róla. Nem tudom, 20-an akárhány éves voltam, kimentünk forgatni az E-plusz televízióval, önköltségen. És leszálltunk, mi New Yorkban szálltunk, és New York, Atlanta, Miami-t repültünk valamiért, már nem is emlékszem, de azért ott egy pillanatra elérzékeny. Az tényleg így van, nem? De ez így mikor van. Kilépsz,
Összes helyszín ismerős a különféle filmekből, ugye Miami Vice helyszínelők, minden visszaköszön. Ezeket nem láttam én se. Ezeket az utakat láttam a televízióban. Visszaköszön minden. Eleve a klíma, hogy az ember kilép a repülőtérről, és az a jó kis óceáni levegőt úgy megkapja az arcába. Igen, hát a Miami reptér ott már pálmafák azonnal. Hatalmas reptér. Minden gyönyörűen ki van táblázva. Nem lehet elkeveredni, nem hittük el, tehát hogy úristen, hogy fogjuk megtalálni a kölcsönzött autót? Hát simán. Hát úgy találod meg, hogy simán. Egy V8-as benzinfaló szörnyeteget. Egy szörnyeteget vettünk ki, és egy nagyon Sonyan. Jó sztoria van. Itthon lefoglaltunk egy ilyen kis városi terepjárót. Oda mentünk a kölcsönző pulthoz, és meglátta az amerikai fickó, hogy van egy nagy bőrönt, három kézipodgyász, egy gyerek. Kérdezte, hogy milyen távra, vagy hova szándékozunk menni. Hát mondtuk, hogy hát így körbejárnánk Floridát. Ez kényelmetlen, ez a kis vacak. Mindig ezt csinálják. Azonnal adnak egy jobbat, annyira jó. De kis vacak az itthon egy normális, jó méretű autó. Az egy bizony, pláne egy Yaris után, mert nekünk egy kis pici kis Toyota Yarisunk van, és hát mondtuk, hogy jó, de hát, hogy nekünk ez elég lesz. Dehogy is, kényelmesen kell, nagy távok. Oké. Ez volt az autó. Ez volt az autó, hát ez egy, igen. És várja most a lazaságnak a csúcsa, hogy fölírta, hogy 7-es, number 7. Jó, oké. Na, fejlődött az angol. Lementünk egy mély garázsba, írdatlan, brutál nagy, ott van egy 7-es sor. Oké, és hol a kulcs, hol a mi autónk? Oda mentünk az egyenruhás kölcsönzős, mindegyik kölcsönzőnek az embere lenne a mély garázsba, hogy where can I find my car? Anya úristeni! Hogy number 7? Ezt értjük, de ti mit akartok ezeket? És mondta, hogy nem értette. Igen. Mondta, hogy oké, miről beszél a lady? Hát, hogy most vettük ki az autót, és hogy a hetes sor, de hogy hol a kulcs, hol az autó? Nézett rám, hogy miről beszélek? A hetes sorból bármelyik elvihető. És állt 150 darab autó, és benne így odahajtva a kulcs. És így én ott elsírtam magam. Hogy bármelyik elvihető. És ez a nyomorult, szorongó európai lélek, ahogy ott mondta, hogy bármi, melyik? 1700 kilométert mentünk a kis drágával, tehát hogy nagyon-nagyon sokat, 4 nap Miami volt, ott amit tudtunk, megnéztünk, voltunk a beach-en, megnéztük a... Tengerparton. Igen, tengerparton voltak, csak mondom. Ja. Igen. Én mindig szeretem volna elmenni egy beach-en. Szóval jó volt, nagyon-nagyon gyönyörű, csodálatos. A legek világa a NASA. Tehát láttuk a világ legnagyobb szerelőcsarnokát, ahol összeszerelik az űrsiklókat. Ennek fölírtam a méretét pont miattatok, hogy el tudja majd mondani. Peti levézett szolstokkal. 156x218x160 méteres. Ez azt jelenti, hogy a belmagassága több mint 150 méter ennek a szerelőcsarnoknak. Itt az űrhajókat. Itt igen, és itt külön, nem fogod elhinni, hogy külön klímája van, esőfelhők alakulnak ki benne. Ez a zászló, ez akkora, hogy a kék része a zászlónak, az egy kosárlabdapálya méretű. Tehát az a világ legnagyobb zászlója, ami itt a NASA-nak a falára van az festve. Az amerikai zászló kék része, az egy kosár. Csak a kék rész. És jönnek közben a kérdések, hogy akkor jó ötlet volt a Provident? Tehát akkor jó ötlet volt. Balatoni halas, 2 süllő, 1 kovjubi, kenyér, citromos sör, 16 000. Ja, hát ha süllőt eszegetünk. Finom volt, azért nyertem egyet, Máté küldte nekünk. Olvassátok el a Tihany plázsnak a házi rendjét. Állítok, nagyon durva. Küldjetek el. Jó, ezt láttam én is egyébként. Feliratot, ez valaki elküldte, ez tényleg igaz. Dínye 100, melon 110. Külföldi vendég. Majd ő megfizeti. Ti hogy emeltek, Feri? Ti is ráköptök a táblára? Persze, abszolút, meg a izé. Látjátok, hogy a Zene Akadémián ott koncert van, és akkor tudjátok aznap egy kicsit, akkor jönnek ki, megugrik a somlói? Meg a nyomtatott izét, nyomtatott étlapon tollal átírod. Nyilván. Nem az ára lényeg, hanem hogy mindig legyen beütve a bevétel az online pénztárgépbe. Tehát ugye tulajdonképpen ő mi bármennyire adhatja, délután 600, azt este 900-ért, azt már nem nézen, csak legyen beütve az online pénztárgépbe. Tisztességtelen piaci. Írták egyiket félre, hogy nagyon szép most a hétvégi új étlapotok. Ugye? Ugye a délelőtti, a délutáni hétköznap nagyon jó, de igen, főleg a hétvég most ott nagyon szépen sikerült. Cserés. Hát most figyelj, Horma 1 van, Sziget van. Cserre. Cserés. Cserre.
Tényleg lenne egy Forma 1 special étlapotok. Van egy hát csomó, most, én csak mondom. Réfülöpön egy étteremben rendeltem 1 liter házi jegestát. Mert szomjas voltam, gondoltam, 1800-ért kicsit drága, de legalábbis házi. Miután kihozták, láttam az italt az előkészítőben, egy liptonos petpalatból töltötték a teát, megspéggelték kicsi citrommal és mentával. Alig érezte átverve magam, Balázs küldte nekünk. Az csúnya, amikor ezt láttad. Így van. Igen. De igen. A menta innen van hátulról a kertből. Igen. Teniszoktatás 6000 óra, ha beszél, ha csak játszik, 4500. Jó, ez mondjuk, ez vicc. Egri strand, úszógumi árus mellett felirat, úszógumi fújás. Kicsi 200, közepes 300, nagy 500. Szájjal fújja. De. Tök jó. És elkéri az árat, és kérje is el. Hát nem fújunk ingyen úszógumit. Hát, szerintem ez szolgáltatás. Érted, hogy a bárra lenne meghatározva fél bár, 500. Igen, milyen keményre akarod. Mi a szolgáltatás? Hát ez nem szolgáltatás. Micsoda? Hát azt, hogy gumit, gumnatracot árulok, az is benne, hogy én fel is fújom. Hát többen mennek oda hozzád, hát ez egy érdekes dolog. Hát nekem nem kötelességem. Görögországban például mindenütt volt kompresszor, megkérdezte a csávó, megvetted a gumimatracot, kérdezte, hogy így viszed, vagy fújhatva kéred. Mondtuk nyilván, hogy fújhatva. Ingyen fölfújta és vitte. És azért ugyanis ki volt téve, hogy ő fölfújja a matracot, ha kéred. Portugáliában voltunk, ki volt írva, hogy egy kávé 1 euró. Tejet is kérsz? Másfél euró. Cukrot is? 2 euró. Barna cukora? 2-2. Laktózmentes tejjel? 2-2. Megcsinálod magadnak? Így lett a két kávéból 2 euró helyett 5. Hát ez mint egy fapados helyfoglalás, nem? Ülni is akarsz? Csomagodat is akarod vinni? Ne adj Isten, a családtagod mellett akarsz ülni? Ne adj Isten, aztán érted, még nem tudom, mit akarsz. Hát akkor az már nem 13 ezer. Igen. Tihanyban ittam egy levendula sört. Erre kaptam egy csapol sört, amihez hozzáadott, adtak levendula szörpöt. Mindez 8900 forintért. Szombaton voltam, Siófokon a hirdető táblán bolognai penne 1002 volt. Beültünk, rendelek, erre a menüben már 2004. Hát inflálódik, hát azért az mire beülsz, mire leülsz, az meg kell akkor meleg, ha csak ránézel, 1002. Ja, az egri sztorival kapcsolatosan. Amit olvastál, hogy nem is árul matracot, csak a fújás van nála. Micsoda érdekes. Hogy ő nem árul. Nem áll. Ott ül a kompresszor. Fújás. És fújás van. Legyen jó, kínai volt, Laci küldte, azt mondja, hogy akció 8000, próba nélkül 4500. Most kapcsolódtam be, 200 a fújatás hol van? Kérdezi Robika. Eger, keresd. Az a baj, hogy ez az egri strandon, ez az egri strandon történik. Fúvatás, Robika, gépi. Jó, imádjuk, az egri csávót imádjuk. Kíváncsiak, mennyi volt a helypénz. Micsoda piaci rés talált meg. Kedvencem kínai piac, fehér zokni minden színben, egy darab 300, 5 darab 1005. Fehér zokni minden színben. Fehér zokni minden színben. Már itt jó a sztori. Az nem nagy kedvezmény. Mólinak egy ilyen klasszikus sztori, a szintén kínai piacot, táskát akartak venni. Táska mennyibe kerül? Minden táska 2000, fekete 2005. Ez megtörtént velük. Ők a legnagyobbak. Figyelj, hát ők rutinból csinálják. Balázsék a Rádió Egyen. Na, itt vagyunk, gyerekek. Gyerekek, gyerekek. Csodálatos lesz ma az időjárás. Augusztusi nyár. Menő. Jó is az. Hívjuk a naphallgatóját. Balázs. Sokat gondolkoztál. Na, mi a helyzet? Hello, hogy hívna? Ádám vagyok. Ádám, hát nagyon szerettük a történetedet. Hello, Ádám. Nagyon. A strandos téma, az egri csávó, aki ül egy kis székecskével, és fújja a matracokat 300-ért, 500-ért, és nem tudom, 800-ért. Ő te láttad, vagy neked őt mesélték? Vagy ő tényleg... Nem, én láttam, voltunk hétvégén strandolni, aztán az egyik oldalon volt a úszógum is, ahol vásárolhattad, vele szem pedig ült a sát, és akkor ki volt írkálva, hogy fújás. Yes. És egy csávó kiült egy kompresszorral, egy kemping székre. Nem tudom, hogy mivel, mert egy kis fehér asztal volt, ki volt rakva, hogy 300, vagy volt 200, 300, 500, de hogy mivel fújta, azt nem tudom. Ha igazán király, akkor szájjal. Megőrülök. Igen. Micsoda nyári munka, érted? Mit csinálsz? Matracot fújok az egri strandon, de már nagyon ki vagyok. Nézd be, ott a fekete Laci. Hát simán. Ott a fekete Laci, mit csinál? Egy kis kereső. Jó, mondjuk egyet fúj, ezt megvan. Jól van, Ádám, ugye jól mondom, Ádám? Igen, igen. Ádám, te vagy a naphallgatója, nagyon szeretük ezt a történetet, amit elküldtél nekünk, úgyhogy hát akkor küldjük. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Rendben, nagyon szépen köszönöm. Jól van, küldjük neked, és köszi, hogy minket hallgatsz, meg köszi a sztorit.
Kösz szépen, sziasztok! Hello. Na jól van, gyerekek! Átviszem a szobátokba. Nagyon köszönjük az ajándékot. Igazán rendes vagy. Köszi, Anna. Az mi bű? Hát mi bű jött az is aztán? Mi bű? Ez az. Hozott nekünk Anna ilyen karamellás, ilyen amerikai... Mi ez ilyen? Sós karamell. Kicsit édes, kicsit sós, nagyon finom. Nagyon fincsi. Ilyen kis cukrocska egyébként. Ők három hét után többet is lehetne hozni, de... Hát, minden... de tudod, hogy csak ennyi fért be a szoknyája. Ja. Ezt ott hoztál, jaj. ugye. Balázs, hogy hívták a finn emberkét, akit reggel mondtál? Ő a Kimi Räikkönennek volt a biztonsági őre. A haja menjen innen. Ez egy keretes műsor ma. Ez egy keretes műsor. Feri mesélte, hogy egy Kim volt a Forma 1-en, és találkozott Kimi Räikkönennel, és őt védi a finn kidobó ember, a haja menjen innen. Haja menjen innen. Egy nagyon híres finn kidobó. Nagyon kemény, szigorú csávó. Szigorú csávó a menjen innen. A piát ő is bírja. Bírja, a vodkát nagyon bírja, igen. Na jól van. Mit csináltok ma? Hát kérlek szépen. Csak még van egy kis időnk, én még akarok egy kicsit beszélgetni. De még van idő. Nem kell sietni most végre egyszerűen. Most na, elmegyek. Rita óra lemondta a 4-11-es rádiógyes fellépését, úgyhogy a bla bla bla. Azért nem akarom helyette elmondani, hogy mit csinálok, mert szerintem műsorelemet akarsz belőle csinálni majd. Pont beszéltünk róla reggel. Uh-huh. Be akarsz hozni valamit a műsorba, amit én meg ma meg akarok kóstolni. Értem. Én nem, de nem baj. De várjál, akkor várjál, Ronyány az nyer előre. Vagy mi van, vagy bármit is csinálj. Vegyél már akkor. Hozzá nekünk is. Holnapra az hát, megmakkan. Hát dehogy makkan, jó lesz. Tehát hűtőszekrénybe. Hát de melegen adják. Akkor meleg is. Ezt olyan olyasmiről beszélünk, ami nem akarjuk lelülni a polgárt. Jó, elmondom, mi van. Állom a cehjet. Jó. Kérjél 2 darabot nem megmelegítve. Igen. Tedd be a kis hűtőtáskádban, mindig van nálad. Jó. Vidd haza, tedd be a hűtőbe, holnap hoz. És holnap megsütjük. Melegítsük meg. Igen, ja, ugyanis. Kifizetem nekik, akkor szendvicsárba. Fizess, beszéld meg velük, csak ne melegítsék meg. Hagyják mély hűtőt állapotban. Műhús, ezt akarjuk megkóstolni. Elmondtad, hogy a legmenőbbet. A legmenőbb műhús. De a legmenőbbet. Ami nem csak azért, mert... Ez a mi dübörünk. Igen, részvényünk is áll benne, hanem... Hát, persze. Hanem ez a legmenőbb műhús, ez DiCaprio-nak is a cége egyébként. Akik hússejtekből valahogy reprodukálták a műhús reprodukálták. Ez a műhúsak húsa. Ez állítólag vérzik is. És ez a jövő. És sikít, ha beleharapsz. Hát én már azt nem kérem, az feláras. Igen, de hogy csak igazából sejtekből készül, húsize van, és ez a jövő, nem kell szarvasmarhákat tartani, nem kell állatokat levágni, nem kell fákat kivágni a legelőnek, 50 év múlva mindenki ezt fog enni, és ez most megérkezett Magyarországra, nem is az a lényeg, hogy kiforgalmazza meg hol, hanem hogy meg kéne kóstolni, hogy miért van most oda a világ, ugyanis Amerikában már mindenki ezt rendeli, a részvény kibocsátása $40-ról jött ki, most olyan 170-180 dolcsit ér a részvény, tehát látnak benne potenciált. És állítólag ez fogja majd kiváltani a húsfogyasztás 30-40 év múlva. Mindenki már ezt a valódi hússejtekből előállított műhúst eszi, amihez már ugye nem kell állatot ölni. Sem nevelni, sem tartani, sem etetni, sem itatni. Tehát ez valóban gazdaságosnak tűnik. 30-40 év múlva ez abszolút egy reális dolog lesz mindenki számára, csak 20 év múlva elpusztul a föld. Úgyhogy cseszhetitek! Na jó, szevasztok, holnap jön! Hölgyeim és uraim, Balázsék elhagyták az épületet. De holnap reggel újra jönnek itt a Rádió 1-en.